Forráskafé, hogy jól induljon a nap. Akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és Illyés Roland. 6 óra után 4 perccel. Jó reggelt, ébresztő. Hétfő reggel van, itt van Roland is. Jó reggelt, hello, hello, szevasztok. Meg a Zoltán. A mikrofonnál kicsit szálkás szeműek vagyunk, nem? Volt ez a szívós szemű Márta, ami most meg a szálkás szemű műsorvezetők vagyunk így hát, hétfő reggel. Igen, az a baj, hogy csak a szemem szálkás, a testem nem. Hát mennyivel jobban járnék. Tehetsz ellene, férfi, tehetsz érte pontosabban. Már még nem tudom elképzelni, hogy a súlyokat emelgeted. Én inkább ellene teszek. Nem érte, ez teljesen jó volt. Az antibody, de volt ilyen anti-fitness klub. Csatlakozhattál volna például. Hú, azért mennyivel férfiasabb manapság egyébként a Tomi. Hát jóval, igen, maradjunk annyiban. Na hát, akkor kezdjük el a hetet, kezdjük el tényleg. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerül kellő mennyiségű lendületet azért összeszednie egy hétfő reggelre. Mi egy picit lassabban indulunk, de így szokott ez történni a hétfő reggel. Igen, hát egy kicsit be kell bútolni, meg hát ugye itt én mondtam neked, hogy hétvégén én megkaptam az első oltást. Az egy kicsit. Most benne, igen, ez egy picit azért így hazavágott. Tehát, hogy na, azért úgy mégis azt gondolom, hogy azért siként, meg pláne tehát, hogy itt azért hallottuk ismerősi körből, hogy máshol is nem vagyok, egy nagy vész nincs, egy pici lázat okozott, de egyébként most már jól vagyok. Pont elég ahhoz, hogy egy kicsi nyűg azért legyen, a férfiak azért is rászoktak dobni még egy picit szerintem, hogyha valami baj van. Hát nálunk már a hőemelkedés is sok esetben olyan tényező, hogy akkor kész világvége van, úgyhogy ilyenkor átérezzük, hogy vajon mennyire fájhat a nőknek a szülés. Igen, a hőemelkedésnél, alig esünk túlzásba. Apropó hőemelkedés, ha tényleg meg fog emelkedni, kérlek szépen. Ma nyár lesz, aztán holnap nagyon nem lesz nyár. Tehát, hogy így azért is vagyunk ennyire megbolondulva szerintem, mert már a hétvége alatt is voltak ilyen változások az időjárásban. Mondjuk a szombat az kifejezetten jó volt, mi ki is használtuk, elmentünk, és nagyon nagy mázlink volt velem, mert annak ellenére, hogy fújdogált egy kicsit, az ilyen nagyon-nagyon barátságos időjárás volt, úgyhogy ezt kár lett volna kihagyni, abból a szempontból, hogy mondjuk ne a szabadban tartózkodjunk, de azt írja mára, hogy egy ilyen 16 és 24 fok között alakul, mármint a legmagasabb hőmérséklet, délutára azért már érkezhetnek a felhők, és akkor estétől megérkeznek egyébként még több mennyiségben, még nagyobb mennyiségben, és akkor hozza magával a csapadékot. Úgyhogy holnap eső lesz, hideg lesz. Tehát ahhoz képest, hogy ma 20 fok lesz, holnap max 7. Igen, ez parádé egyébként, ilyen 14-15 fokos eltérések két nap között, aztán megint egy picit melegebb lesz, de nem sokkal, és ugye a hétvégére lesz jobb idő. Ez mondjuk azért a jobb forgatókönyv, tehát ugye sokszor amiatt szentségeltünk az elmúlt években, hogy pontosan hétvégére hűl a levegő, stb. Mostanában ez inkább fordítva szokás, csak én már örülnék, ha egy április közepén inkább az lenne, hogy akkor stabilan beáll ez a 15-20 fok. Igen, mindig azt mondják, hogy az április egy kicsit bolondos hónap, mindig az összes az volt, úgyhogy időjárás szempontjából mindegyik az volt. Hát, sajnos, meg minden szempontból, tehát ez az elmúlt egy év, ez tényleg minden szempontból ilyen, na de mindenen túl leszünk, és akkor tényleg tök jó lesz. Azt néztem egyébként, egy picit ilyen hosszabb távú előrejelzésre rákattintottam, csak hogy próbálják valamiből erőt meríteni, mert a mostani talán hétből, már nem lesz ilyen. Igen, a mostani hétből nem nagyon ment, hogy utána azért már jobb lesz, tehát hogy jövő héttől már tényleg ezek a 15-16 fokok így stabilan beállnak, mondjuk a hétre végig esőt jelez. Tehát, hogy ez valami nagyon, én nem tudom, mi a búbánat lesz itt felettünk, a felhő nyilván sok. Ne elégedettenként. Legalább a hétköznap van eső. Különben meg én, aki pálinka fákat nevel otthon, nekem nagyon jól fog esni, hidd el, meg a földnek tök száraz, csak úgy szólok, jó? Mert ugye, hogy igazi havazás sem volt a télen, mármint az a masszív réteg, ami mondjuk itt szépen okosan el... Masszív semmilyen nem semmilyen volt. Semmilyen nem volt, mikor persze. Volt? Múlt héten volt havazás. Hát ja, akkor, amikor már legkevésbé kellett volna, de akkor sem mondanám olyan nagy, hatalmas mennyiségű csapadéknak, tehát, hogy igazából tök szárazak a földek, úgyhogy ez mondjuk ebből a szempontból nem lesz rossz. Elfagyások. Ezt látom egyébként egy csomó helyen, és most már én is észreveszem, figyelj, most már így, hogy falun élek azért észre. Ha sem figyeled. Úgyhogy egy csomó helyen ez nagyon nagy problémákat okozott, úgyhogy ha a barack például baromi drága lesz majd, akkor ne csodálkozzál, mert mondjuk leginkább emiatt van. Jó, hát egyébként ezeket én így jó, hallom nyilván, tehát városiként tudom, nem tapasztalom meg, csak olvasom, mert tényleg hallom ezeket a híreket. És igen, tehát, hogy én nagyon-nagyon becsülöm eleve azokat, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, mert hát na, szóval tudjuk, hogy azért így az ország gazdasága szempontjából kiemelkedő terület, de pláne az elmúlt években felvenni a harcot ezekkel a viszontagságos időjárási körülményekkel, és mondjuk így is egy normálisabb mennyiségű termést kihozni bármiből, most már ott tartunk, azért az komoly kihívás, komoly. Ember próbáló feladat. Komoly bizony. Na hát itt vagyunk, ragyogunk, mint a szurok, és akkor mindenkitől azt várjuk, hogy akkor ragyogjatok ti is tényleg, és akkor küldjétek az információt leginkább a közlekedés kapcsán, ebben tudtok segíteni, hogyha találkoztok fennakadással, trafipaxa, bármivel, akkor írjátok meg 0620 97 8 97 85.
És pontosan 7:15 van. Jó reggelt, ébredezünk, még mindig itt bent a stúdióban, és várunk mindenkit sok-sok szeretettel minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között itt a kávéban. Na hát itt közben adáson kívül beszélgetünk egy kicsit a sport helyzetéről, hát azért működik, de egy picit ilyen tetszhalott állapotban. Kérdezem én tőled, jó? Mert hogy egyébként részt veszel ezeken a mérkőzéseken, de hát azért nem az igazi, tehát érezhető ott is hanyatlás egy picit. Hát persze, meg hát na, szóval egyrészt nincsenek nézők, másrészt ugye folyamatosan tesztelik a csapatokat, harmadrészt onnan is kapják a betegséget. Igen, még mindig, tehát onnan is úgy dőlnek ki így játékosok jobbra-balra. Van, hogy a fél csapat, ugye itt pont azt meséltem neked, hogy a hétvégén volt egy Grundfos-Tatabánya Cegléd meccs, ez egy elhalasztott mérkőzésnek a bepótlása volt, és hát a ceglédieknél a fél csapat most jött vissza gyakorlatilag a Covid után. Szombaton volt a meccs, és pénteken kapták vissza a sportorvosi engedélyüket, a hát jó néhányan. És sok esély akkor nem volt az igazi felkészülése. Hát finoman fogalmazásán beszélgettem a Nagy Karcsival, a Cegléd edzőjével a meccs után, és akkor mondja nekem a Karcsi, hogy hát hallott, hát ez volt itt olyan srác, akit beküldtem 2 percre után, olyan falfehéren, sápadtan ült mellettem a kispadon, hogy azt hittem, ott lesz rosszul. Úgyhogy nem nagyon, tehát ilyen néhány játékossal tolták végig a meccset, nagyon nagyot küzdöttek egyébként, szóval, hogy tényleg minden tiszteletem az övék. Ők múltkor a Szeged ellen kiálltak 9 emberrel. Nem is lett volna nekik szerintem kötelező, mert 11 plusz 1 kell hozzá, hogy kötelező legyen. De hát sportemberek, na, szóval, hogy tényleg azért úgy, és minden csapat szinte más mérkőzés számot játszott, ez így van egyébként a fociban is, sok osztályban, mondjuk az NB1-ben nem annyira, de utánpótlásban tudom, hogy így van, kézilabdában is ez össze-vissza, valaki 13-14, valaki már 19 meccset, szóval, hogy hú, nagyon kaotikus a sport élet is. Ez a küzdelem tényleg szó szerint, amit mondasz, hogy óriásit küzdöttek. Hát szerintem az összes csapat most óriásit küzd, azért, mert ugye nem lehet hozni azt a fal, ha csak abból indulok ki pszichológiailag, hogyha te föllépsz a pályára, és akkor ki az, aki szurkol neked, vagy egyáltalán ugye emberek előtt teszed mindezt, akkor azért azt tud adni egy jócska hatalmas nagy doppingot. Tehát, hogy azért állsz föl, hallod ott a szurkolást, lehet, hogy sokkal nagyobb energiát és lendületet ad, most ez nincs. Most én el nem tudom képzelni, amúgy sem voltam egyébként ilyen nagy sportrajongó, aki minden ilyen mérkőzésre elment, de pontosan tudom, hogy milyen a hangulat egy ilyennek, meg egy-kettő ilyen nagyobb mérkőzésen, a Final Four kézilabda, női kézilabda döntőjén azért ott voltam, amikor olyan gigantikus teltház volt, és üvöltött mindenki érte. Azért ennek megvan a hangulata. Na most képzeljük el ugyanezt, mondjuk akkora téttel, hogy senki nincs bent a lelátókon. Hát azok az emberek, akik szakmailag ott kell, hogy legyenek, érted? De azon kívül, hát azért ez egy jó nagy tátongó üresség lehet. Ja, nincs sporthangulat egyébként. És az is biztos, hogy a hazai csapatnak ez, ugye szokták mondani, hogy a lelkes a közönség plusz egy játékos. Igen. Na hát az abszolút hiányzik. Mondjuk nekem, aki meccseket kommentál, olyan szempontból jó, hogy hallom még az edzői instrukciókat is. Tehát, tudok rá reagálni abszolút mértékben, lehet, hogy ők is hallanak. Egyből jó. Viszont ugye vannak statisztikák, itt látom, hogy kicsit belebújtál, mert ugye most már téged is érint személyesen, most egy nagyon örülök, hogy itt vagy egyébként, és nem tarolt le. Az után, amikor így hajnali 2-kor lázcsillapítót vettem be, szóval ahhoz képest örülök, hogy itt vagyok. Az jó, ahhoz képest egész jól nézel ki, ne viccelj. Na de halad a projekt, nem? Mert hogy azért van anyag rendesen. Hát 2.835.000 fő a beoltott. Ez tegnap reggeli adat, szóval, hogy a tegnapi, mi még nem vagyunk benne, mert én is tegnap kaptam meg az első oltást, úgyhogy szerintem ez azóta már több. Úgyhogy közelítünk a 3 millióhoz. Azt írják egyébként, hogy jelenleg 5 gyártótól 24 millió adag vakcinát várunk, az mondjuk brutálisok. És ugye a nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttek. Hogy még ezek mikor és milyen sorrendben érkeznek meg, na arra vonatkozóan semmilyen információt nem találtam, de hát elvileg, hogyha itt a lekötött vakcinák számát nézzük, akkor az kell, hogy mondjuk, hogy igazából az elég kell, hogy legyen. Ráadásul ugye a 65 év felettieknek mintegy 90%-a már megkapta az oltást, úgyhogy náluk az idősebb korosztálynál kimondottan jól állunk. Hát meg hogyha azt nézzük, ugye, ha így haladunk a projektben, akkor azért egyre többen megkapják már a második dózist is, ugye ott leginkább az számít majd a későbbi a tested reagálása szempontjából, ugye, hogy akkor kialakuljon ténylegesen egyfajta védettség, hogy akkor megkapd a másodikat, és azután is eltelje legalább 1 hét, ugye. Azt mondják, hogy akkor alakul ki igazán majd a védettség. Hát legalább 1 hétnek el kell tenni, igen, 2 az meg mondjuk még biztosabb. Na szóval, hogy egészen jó ütemben haladnak az oltások, és ugye itt azt mondják, hogy talán 3 millió beoltott után már az ilyen kerthelyiségek, teraszok kinyithatnak, aztán igazából ilyen 3,5-4 millió körül várható az újabb enyhítés, hát ugye ezt korábban még május elejére prognosztizálták. Lehet, hogyha ilyen ütemben halad, akkor lehet abból mondjuk április vége is. Igen, nem csak talán elején. Közelebbi lesz szerintem ez az időpont, hogyha ilyen lendülettel halad ez a projekt, akkor szerintem egészen közel leszünk ahhoz, hogy akkor valami akkor legyen. Na hát kíváncsian várjuk tényleg, hogyha bármilyen fejlemény van, akkor azt azonnal mondjuk, természetesen ráreagálunk az aktualitásokra.
Forrás Kávé. 100% vidámság. Fél hét előtt vagyunk, 3 perccel, és ma április 12-e hétfő van. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük az összes Gyulát, mert hogy a Gyulát láthatjuk a kalendáriumban, régi magyar férfi személynév, ami egyébként török eredetű, a Gyula méltóság névből ered, mert hogy régen használták ezt egy ilyen méltóság névre is. A török Gyula, tehát a fáklya szóból származik, és a honfoglalás korában az ország második főméltóságát hívták így, hogy Gyulák. Igen, úgyhogy sok boldogságot kívánunk minden egyes Gyulának. Beszéltük, hogy például ugye a Kowalski. Kowalski, mert hogy Kova is, Balázs Gyula. Ő Balázs Gyula, igen, ja. Tehát hogy ő is Gyula. Na, a Titanic elindult első útjára az Atlanti óceánon, történt mindez 1912-ben ezen a napon. Hát olyan messzire nem jutott sajnos. 1934, ideugrunk az időben, néhány mosómedve pár ugyanis éppen e napon kiszabadult a német Hessen tartomány egy vadas parkjából. Mi történt ezután? Elszaporodtak. Nagyon egymásnak estek, és akkor ebből körülbelül egy ilyen 400-500 ezer példányt számláló hatalmas nagy inváziós faj lett, ami egyébként most már egyre több helyen jelen van a világban. De az jó, nem? Mert én azt gondolom, hogy mosómedvéből relatíve kevés lehetett. Hát igen, ahol most, hogyha Kanadába mész, például ott baromi nagy problémát okoznak a mosómedvék, ott nagyon sokat kell tenni annak ellen, vagy az érdekében, hogy akkor ne túrják fel a házadat, bemásznak egyébként Kanadában, amikor néztem egy ilyen dokumentációt róluk, na halálcukik, imádom a mosómedvéket, egyébként párom is nagy rajongó, sőt oldalakat követ az Instagramon. Mosómedvés oldalakat? Rakún oldalakat, ahol halálcuki mosómedvék vannak fenn az interneten, de hogy Kanadába bemásznak a kéményen, bejönnek az ajtón, elég destruktív állat, tehát hogy amit ő szeretne, azt általában meg is kapja. És akkor szétkapar mindent, megrág mindent. Otthon nem érdemes akkor tartani, senkinek nem, kísérletezzen ezzel. Nem igazán. Na, a mai nap egyébként az űrhajózás világnapja is, Gagarin 1961-es útjának emlékére ugye elsőként került-e ő meg a Földet ebben az évben. Ma van a születésnapja Ed O'Neillnak. Ő volt ugyebár a rémrendes családnak a, hogy hívták? El Bundy, igen. Edward Leonard O'Neill egyébként, hogy pontos legyek, 1946-ban született ő, és hát igen, valóban a rémrendes családnak az egyik főszereplője volt, hogy 87 és 97 között ment egyébként ez a sorozat. Hát megy most is, csak mert folyamatosan ismétlik, már hihetetlen jó szituációs komédia egyébként, és akkor később a Modern Családban, ez relatíve aktuális, azt hiszem tavalyig, mert megy még? Van annak folytatása? Nem. Az már lezárult, aha, ugye? Az tavaly, tehát ez 2020-ban ért véget. Az a durva egyébként, amikor látod valami komolyabb, vagy más stílusú filmben például, azt hiszem, hogy a Csontember című filmben játszott ő, ott várja, ki volt? A Denzel Washington volt benne, meg talán az Angelina Jolie, és ott játszott egy nyomozót, és ugye az egy tök komoly szerep, meg ugye alapvetően egy ilyen thriller. Na, hát abban azért fura. Tehát amikor így köt hozzá egy ilyen szerepet, ami egy nagyon karakteres szerep. Hát most már kettőt, mert Jay Pritchett szerepe is ugye a Modern Családban, azért kicsit az is olyan volt. De az igazi szarkasztikus, igazi jó humoros azért a rémrendes családban volt. Igen. Aztán ünnepel egy amerikai színésznő is, akit ismerhetünk, a Beverly Hills. Ez 92-10, ez így mondjuk egyébként, sose tudtam ezt, hogy ez a sorozat. 92-10. Ugye, aha. Szerintem is, meg a bűbályos boszorkákból ő a Shannon Doherty, aki még egyébként Mária is, vagy valami hasonló. 1971-ben született, úgyhogy pontosan 50 éves lett. Igen, Prú volt ő egyébként a bűbályos boszorkákban. Hát ezzel most jó kisegítettél. Én néztem egyébként. Danis... Te nézted a bűbályos boszorkákat? Hát tényleg, tök cikire, igen. Ha, hát tényleg tök cikire. Belenéztem, annyira gagyi volt már akkor is. Imádnivaló volt szerintem. Ahogy ők ott hárman elbolondoztak, meg a pasi ügyek, hagyjuk is. Danis Lídiának is ma van a születésnapja, kérlek szépen. Ő azért kötődik nagyon ide a térséghez. Magyar színésznő, 1980-ban született ő, mert 2014-től ő a tatabányai Jászai Mari Színháznak a tagja. És ő oroszlányi, nem? Igen, ő oroszlányban, aha, él, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk Lídiának. Mindjárt írok is neki egyébként a Messengeren, ha már itt tartunk, mert azért így szoktam köszönteni. Köszönj fel szépen. De jó kis zenék így korán reggelre. Na, az ébredés hogyan halad? Szerintem a következő projekt alkalmával nagyon fog haladni, mert rátaláltunk a versekre, amelyek egy kicsit kivannak fordítva magukból. Le, aztán vissza. Miről is van szó? Tegnap volt ugyebár a költészet napja, április 11-én, Radnóti Miklósra emlékezve, és hát akkor nagyon-nagyon sok vers és részlet került ki az internetre. Biztos te is láttad, nagyon sokan posztoltak, és így emlékeztek meg április 11-ére. És volt egy nagyon különleges kezdeményezés, ami minket is megihletett, mert hogy én nem tudom, honnan jött az alapötlet, de valaki úgy gondolta, hogy vicces dolog kipróbálni, és tényleg vicces, hogy a Google Translate segítségével lefordítanak egy verset magyarról mongolra, majd a mongol szöveget egy az egyben, ahogy van, visszafordítják magyarra. Hát ebből nem
az eredeti vers lesz közel sem. Nem, és arra vagyok kíváncsi, hogy rájönnek-e a kedves hallgatók, hogy egyáltalán melyik versről van szó. Csak egy héttel már, anyák. Mindig azt mondom. Megállt Scarlett, kosarat az ölében. Ki az a Scarlett? Elment a tető. Túl elfoglalt. Én őszintén ordítottam, toporzékoltam. Ebből igen, meg is állítom. Ebből azért masszívan rá lehet jönni szerintem, hogy melyikről van szó. Igen, tehát, hogy ez a mama volt. Na, viszont, hát ezt mi is eljátszottuk egy másik verssel, úgyhogy most akkor szerintem jöjjön egy ilyen kis közös szavalás. Elárulhatjuk előre, hogy melyik lesz, mert úgyis egyébként rá fogtok jönni. Hát ez konkrétan az anyám tyúkja, amit hát mi is szépen lefordítottunk mongolra, majd pedig jól visszafordítottunk. Szeretnéd kezdeni, Zali? Igen, szeretném. Jó, jó. Akkor jöjjön tehát az anyám tyúkja a Google Translate verzió mongolra, majd onnan visszafordítva. Gyerünk, micsoda kő, tyúkol és ruha, itt lakik a szoba. Íme, Isten jó, jót ad, hogy viselte a szövetet. Itt fut fel és le, még a dobozon kívül is. Eszébe jutott, megpróbálta, nem hagyják el a szobát. Nem vernek, nem vernek! Olyan, mint egy galamb etetése. Lenmagok, osztályozzák. Még a kis király sem él jobban. Tehát a csirke jó. Értékeld magad. Iparosodj, ne maradj. Anyámnál ritka a tojás. Kutya morzsája. Éles füle. Most beszélek veled. Te vagy a ház öreg szobalánya. Mindig emberként szolgáltál. Viszlát morzsák. Nem tudom, mint egy csirke. Csirkékkel élni. Anyám egyetlen jó dolog. Nekem az utolsó versnek a kedvencem. Szerintem zseniális. Nem tudom, mint egy csirke. Csirkékkel élni. Anyám egyetlen jó dolog. Az a baj, hogy ezek után már tényleg ezek a versek nem, de nem lesznek ugyanazok, mint ami régen volt, ami a régi szép emlékekben él, mert megcsinálták most így ezzel a verzióval. Mert el lehet játszani egyébként már, hogy ez a Translate akkora baromságokat tud összehozni. Nyilván nem az a lényege, hogy akkor a legmagyarosabban próbálja neked visszaadni, hanem hogy tükörfordításban azonnal segítséget tudja nyújtani. Igen, na hát nekem volt, hogy egy ismerősöm azt mondta, hogy kért segítséget konkrétan egy ilyen német fordításban, és akkor azt írta, hogy Google Translate hülye, és én is, úgyhogy kérlek segíts. Na jó, hát el fogunk még ezzel szerintem egy kicsit vidámkodni. Van egy-két klasszikus, amit simán ki lehet így fordítani, lefordítani, ezt újból visszafordítani. Eljátszunk még ezzel, jó? Úgyhogy nyugodtan csinálhatjátok, tartsatok velünk. Ez a Café, most egy Back to Black dallal. Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. 3-4-7 után járunk, 3 perccel, és hát nagyon jókat röhögünk itt a háttérben, mert hogy ráakadtunk ezekre a jó kis feldolgozásokra, hát meg a dalszövegekre is, az még egy másik vonulat, imádom azt is. Biztos, hogy te is láttál ilyen videókat, amikor a dalszövegeket szavalják el. Hát, zseniális, de szerintem mutassuk meg mindenkinek, mert ne csak mi nevessünk ezeken jókat. Mindenkinek, mert hogy ilyen címmel is van fönn egyébként, hogy a vers mindenkié. Backstreet Boys, everybody. Mindenki. Nem csak Károly egyébként. Rock a tested. Mindenki csinálja a testét. Backstreet vissza van. Ó Istenem, vissza vagyunk. Testvérek, mindenki énekel, hozzuk el az ízt, hogy mutassa meg, hogyan kérném a kérdésedet. Nagyon jó. Jobb választ most. De szerintem ez is egy ilyen Google Translate verzió lehet a fordításilag. Az oda is van írva egyébként, igen, amikor elkezdi, hogy akkor így föl van írva, hogy Backstreet Boys Everybody, és akkor zárulja be, hogy Google Translate verzió. Szerintem az egyik legnagyobb klasszikus ebben a műfajban. Mulatási, mulatási, mulatási. Hát a gálvölgyi. Én a bulibáró, sálom alom álom. Én a bulibáró, legyen bulibárhol, sálom dilom álom, zsámol. De mindezt olyan komolyan. Zsámol. Felöltöztem rajosan. De rajosan, mert így érzem én jól magam, de jól magam. Ha a pixáikkal bulatok, de bulatok, ilyen két napig én nem alszok. Nagyon jó. Imádom. Hatalmas fel. Van még a csúja is egyébként. Mutassuk már. Keresek meg. Rá a csújára? Mutassuk már. Figyelj, meg mert a csúja... Csúja Imrét. Varga Zsolt. Varga Zsolt. Napolaj. Varga Zsolt. Nyár van és semmi baj. Olvadok, mint a vaj. Kend be a hátam, és szeress bátran, hisz a szerelem is napolaj. Azon gondolkodom ilyenkor. Itt van a nyár, nem ragadt tagadom, jöhet a monokini hullám a Balatonon. Igazi kerekek a mellek és a fenék is formás.
Nem csoda, ha beborul a szélvitorlás. Mennyire jó orgánuma agyad van már. Agyad is elborul ettől. Hihetetlen jó orgánuma van, és én azon gondolkodom, hogy egyébként meddig tartott ezt fölvenni, mert hogy ilyen hihetetlen nagy baromkodás az egész, és szerintem egy párszor biztos ők is elröhögték. De várjál, mert van itt még Jankovics Peti, nem? Vagy jó? Ja, igen, a Jankovics Peti, meg több ilyenje is van egyébként. Mert egész sorozat. Egyébként írja, egyik kedves volt tanárom, hogy keressünk már rá a falu végén kurta kocsma japán verziójára, de itt ugye találtunk, hát inkább az egy ilyen átértelmezés, mert hogy ez egy ilyen, az egy ilyen humor műsornak a része volt. Igen, de egyébként van a két Petinek, ugye Scherernek vagy Janklovicsnak közösen egy well hello japuved meg szavalata, azt is elszavalják. Ja, ez nagyon jó volt. Azt én egyébként, hogy azért a Gál vagy itt meg a Csúját nehéz überelni, mert hogy hát azért zseniális színművészekről van szó, zseniális hanggal, és ahogy ők tényleg itt pixelt kisgrófót, meg konkrétan UFO napolajat szavalnak, azért az nem semmi, de nem rossz a Janklovics meg a Scherer sem. Nagyon tetszenek, tényleg, hogyha találtok ti is ilyeneket, akkor küldjétek át, mert hogy úgy tűnik, hogy Rolandnak nekem is nagyon tetszik. Na, ebbe tényleg látom így a fantáziát, és hát te aktuális, mert hogy tegnap volt ugyebár a költészet napja. Jó, hogyha találtok ilyeneket, küldjétek el 0620 97 8 97 85. 7 óra után 2 perccel vagyunk. Jó reggelt azoknak is, akik most kapcsolták be a rádiót. Itt vagyunk továbbra is, Roland és Zoltán, in the house, és látom, hogy ragyog a szemed, mert egyre nagyobb klasszikusokra bukkansz, itt segítenek azért a hallgatók ebben. Igen, kaptunk egyébként néhány nagyon-nagyon klassz produkciót, ugye a költészet napja volt tegnap, és akkor hát egyrészt itt fordítgattunk verseket, át mongolra, Google Translate-tel, majd vissza magyarra, és ugye teljesen szürreális lett az eredmény. Másrészt belehallgattunk abba, hogy például hogyan szavalja el a bulibárót Gávölgyi János, de például kaptunk olyat is, hogy ugye az Open Stage Székelylennek az Aranka Szeretlek című klasszikusát is elszavalták. Open Stage Aranka Szeretlek. Jaj, de szépen mondja. Nagyon autentikus. Valahol a mező végén vártalak. Ott voltam egyedül, és jött a vihar. De te arra felesedugtad órodat. Elszomorodtam, és aztán hazamentem. Javaslom mindenkinek a teljes verziót. Keressetek rá tényleg, Open Stage Aranka Szeretlek. László G. Attila egyébként, ő mondja ezt a verset. Hát verset, mert hogy verset csináld belőle. De van ám itt még kérlek, hogyha ilyen nagy slágerekre gondolsz, akkor ne adjuk már ki az álmok futóka. Kocsor Zsolt. Kocsor Zsolt. Szomorú szamuráj. Inniko, mannanniko. Manana herej. Ez klasszikus. Mannanno, mannanniko. Ini kohej. Én nem értem, hogy tudja így elmondani. Egyszerűen... Szilágyi Csenge egyébként. Szilágyi Csenge. Egyszerűen, tehát olyan komolyan vágja hozzá az arcot, hogy hát most akkor verset szavalok. De várj, tekerjél már bele egy picit, mert ugye itt van ez a... Egyébként, ha valaki tudja, hogy ez mit jelent ez a rész, szerintem ez nagyjából 30 éve nem érti a félország. Szomorú szamurá. Csak harcolj, értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Hol volt, hol nem volt, élt egy szamuráj. Igazi mesemondó nagy király. Figyelj, ez a gyereknek nagy esti az, mesének. Nagy. Imádnák, gyerekek. Aki kicsi, az kicsi. Na hát, fél legalább egy... Hiszi a piszi, aki elhiszi. Egy mágustól lestem. Festem a testem. Mi? Nyerő az erő, míg az ész felemelő. Festem a testem? Így már művészeti értéke is van. Így már kezdem elhinni, hogy azért nem volt hiába való Kozsó életműve. Atya ég, ne viccelj. Egyébként elgondolkoztunk azon, itt mondtad, hogy ez baromi erős lehet, de azért megpróbálkozunk ezzel, mert hogy én nagy, régi, hatalmas klasszikusokat fordítottak le mongolra. Gondoltam, megpróbálom a himnusszal. Mert hogy azt mindenki ismeri. És nem akarom tényleg így a himnuszt nagyon kifacsarni, de ez egy nagyon fura szerzemény jön ki abban, hogyha a himnuszt mongolra, és onnan a mongol verziót vissza magyarra fordítjuk. Ez egyetlen egy dolgot fog egyébként megmutatni, ha most idézel belőle esetleg egy pár sort, mégpedig azt, hogy a magyar nyelv, különösen a magyar irodalmi nyelv gyönyörű és utánozhatatlan. Isten áldja meg a magyarokat! Kedvességben, bőségben, nyúj hozzá, ha ellenséggel harcolsz. A keleti sors az idők óta szakad. Hozzon neki egy vidám évet, ezeket az embereket már megbüntették. Múlt és jövő. Figyelj,
A lényeg benne van. A lényeg benne van. A stilisztika, na az viszont utánozhatatlan. Ha találtok még ilyen klasszikust, akkor ne fogjátok vissza magatokat. Egyébként nem sokára ébresztőzünk is Kollányi Zsuzsival. A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café Horoszkóp. Kedves Kos, a napi horoszkóp szerint kitartóan dolgozol, nem szegik kedvedet az akadályok, sőt, mintha megacéloznák elszántságodat. Az érzelmeidet viszont nehezen éled meg, emiatt a párkapcsolatodban viták várhatóak. Kedves Bika, ha meg akarod nyerni főnöködet, éreztesd vele, az általad javasoltak tulajdonképpen tőle származnak. Otthon próbálj meg oldottabb lenni, hidd el végre, hogy kedvesed értékesnek talál és elfogad téged. Kedves ikrek, pénzügyi téren lassan, de biztosan siker koronázza a tevékenységedet. Most sokat javíthatsz azon a bizonyos mérlegen, legyél azért meggondolt a jövőbeli terveidet illetően, ne kövesd el még egyszer a régi hibákat. Hatalmas energiákkal veted bele magad a munkába, kedves rákjegyű, és ennek most végre meg lesz a látszatja is. A főnökeiddel vagy a hatalom embereivel megszaporodhatnak a vitáid, hajlamos lehetsz túl sötéten látni a dolgokat. Az oroszlán üzleti kapcsolatai is döcögőssé válhatnak, de az újak keresésekor is a megbízhatóság kell legyen a fő szempont. Ne annak higgy, aki sokat ígér, hanem aki, ha keveset is, de megteszi, amiben megegyeztetek. Kedves szűz, semmi okod rá, hogy feladd az álmaid, attól még, hogy nem mindenki akar veled álmodni, még nincs okod a visszavonulásra. A lelkesedésed határtalanságán is múlik, hogy hány embert sikerül magaddal ragadnod. Kedves mérleg, be kell ismerned a mondás igazságát, a kevesebb több. Az utóbbi időben hajlamos vagy túlhajszolni magad, pedig ettől nem lesz jobb a helyzeted. Törődj csak a magad dolgával, azzal többre mész. Most az egyszer ne aggodalmaskodj annyit a munkád miatt, kedves Skorpió. Kicsit engedd el a kormányt, hagyd, hogy maguktól történjenek a dolgok. A nyilas hihetetlen energiákkal rendelkezik, szinte ég a keze alatt a munka. Az otthonodban épp úgy, mint a munkahelyeden. A baj csak az, hogy míg az utóbbi helyen igen, a saját családodban alig értékelik, amit teszel. Juttasd az eszükbe! Meg kell tanulnod, hogy kinek szabad panaszkodnod, és kinek nem, kedves Bak. Talán olyas valakit is beavattál a sérelmeidbe, aki inkább ártalmadra van, mint sem segítségedre. Úgy látszik, emberismeretből még mindig van mit tanulnod. Felborulhat a vízöntő eddig megszokott életrendje. Valami lehet a levegőben, mert az utóbbi időben, mintha minden összeesküdött volna ellened, legalábbis így éled meg. A társad egoizmusa is nagyon bánt, pedig vedd észre, hogy valamiben mégis segít neked, és támaszkodhatsz rá. Sok kívánságot teljesülhet ma, kedves halakjegyű, legyél azért nagyon óvatos abban, hogy mit is szeretnél, mert a rossz épp úgy megvalósulhat, mint a jó kívánság, és azt is vedd figyelembe, hogy amit te jónak látsz, nem feltétlenül az a jó neked. Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forrás Caféban. Ez továbbra is a Café. Itt vagyunk, 10 perccel járunk 7:30 előtt, most már tényleg többes számban, mert hogy Anikó is csatlakozott. Jó reggelt neked! Sziasztok, jó reggelt, halló! Nem bánod, ugye, hogy így el szoktunk rabolni néha egy-egy pillanatra onnan a szobából? Őszinte lehetek? Anikó, elvárjuk, hogy az legyen, csak az legyen. Ráthagyjuk a repülőt. Hát vannak reggelek, amikor úgy néha gondolkodom, hogy mit keresek én itt ezekkel. Ezek közé érted. De jellemzően persze, én is örülök neki. De mi szeretettel látunk meg a híreidet is, mert hogy egy-kettőből nyilván belebukkansz, ami hát nem hangzik el a hírblokkban. Na, maradjunk annyiban. Igen, most Hollywood álmokfutóiról hoztam egy hírt. Az Álomgyár összeállította az akció sztárok által összetört autók számát, illetőleg hát egy listát, nagyon hosszú a lista, és nem tudom, tippeltek-e, hogy kivezeti 61 törött autóval ezt a listát? Hát a Cobra 11-et beleszámolták, mert akkor ők, de ők nem Hollywood egyébként, hanem Hollywood, Németország. Igen, komoly költségvetésű, igen. Tehát a hollywoodi törött autókról van szó, igen. És a melyik produkcióban zúzták össze a legtöbb? Igen, a legtöbb. Melyik színész, nem? Tehát hát színészt mondjunk, vagy színész, filmát? Várjál, akkor a Mission Impossible lehetséges, esetleg a listán? A Sereghajtó, majd ez Sereghajtó? Akkor ott van még esetleg a 007-es sorozat. Ő is Sereghajtó, de nem. Na ne húzzá föl. Komolyan. Hát figyelj, várjál, akkor ott van ez a Halálos Iramban. Pontosan ez az első, Vin Diesel, nagyon ügyes. Igen. Vagy Zoltán, kapsz egy Forrás Rádiós bögrét, tehát 61 törött autóval a Halálos Iramban széria főszereplője Vin Diesel a rekorddel. Halálos fegyver, nincs ott valahol. Bruce Willis a második. Te nem hiszik el a hallgatók, nem hiszitek el, hogy tényleg nem mondtam, hogy milyen hírrel érkezem. De a Halálos fegyver az nem Bruce Willis. Várjál. Mert az ugye Mel Gibson. Die Hard. A Halálos fegyver, várjál, az nincs is. Az nincs ott. Bruce Willis a második,
66 autót sikerült összetörni. Arnold Schwarzenegger 52-vel a harmadik. De már mely? A Terminál. Az összes. Az összes. Filmeket. Ja, színészekről van tehát szó. Tehát a legendás karrierje során 52 kocsit pusztított el, nem meglepő módon ugye hát a Terminátor szerepében. Hogyha az eltört karokat néznénk, abban a Szegál vezetne, az biztos. Filmben tör el 52 kar. Van egyébként róla egy ilyen összevágás, valamelyik filmjéből az összes kartörést összeszedték. Tényleg szeretem az ilyen fiatal embereket. Legnagyobb videómegosztó portálon. Imádom. A legdurvább egyébként, hogyha már csak egy beékelés, akik úgy vágnak össze videoklippeket, vagy zenéket, hogy mondjuk egy-egy szót csípnek, csak hát Trumpnak a beszédeiből voltak még ilyen. Imádom, igen, azokat néztem. De mi munka? Nagyon, tényleg a vágók a legszuperebb emberek többek között. Nagyon csodálatos. Na figyelj, van még a listán, nem? Egy-két ilyen színész. Igen, Matt Damon, a Jason Bourne szerepében 35 autóval, aztán igazából így tovább nem is nagyon görgettem, de tényleg a point hagytam a végére, amit mindjárt le is ütöttél az elején, tehát Jason Statham a szállító, és a Tom Cruise, a Mission Impossible szériában szereplő Tom Cruise a sereghajtó. Ők így a lista végén? Igen. Hát mert ne vicceljet, a Mission Impossible-ben, a Tom Cruise az egy akkora zseni, hogy ő még a kocsit se töri össze. Ja, tényleg, hogy mondtad ezt a Cobra 11-et, ránézhettem volna. Nagyon felkészületlenül érkeztem, hogy Európában mi így, nézd már meg, annyira kíváncsi vagyok. Figyelj, Cobra 11-ben összetört autó. Keres is, mert amúgy tényleg az egy olyan széria volt, hogy ott rengeteg autót törtek össze. Én biztos, hogy szerettem a Cobra 11-et. Hát mint a mai napig azért szalad fut, meg hogy ott voltak ilyen színészváltások, nem? Tehát, hogy így nagyon komolyan lecserélték. Kivéve az Erdogan átalája. Igen, ő Szemér maradt mindig, és jobbnál jobb képű nyomozó társai. Várjál, meg is találtam egyébként. Meg is találtam az adatot. Itt érdekelnek a kocsik, hagyjad. Jó képű szereplők vannak. A színészi teljesítmény. Hát nyilván a szem. Neked is a izé tetszik. Mi a Gedeon Burk? Hát ő, ugye? Na, egyébként közel 4500 autót törtek össze. 1996 és 2014 között. Jó, írjunk Hollywoodnak. Szerintem is, mert akkor nagyon lepipálna őket. A 9 millió eurót is meghaladja. Szóval, hogy brutálit, most már márkákat nem fogok mondani, de mindenféle luxusautókat egyébként összetörtek. Jó, lehet mindenki is, ugye a Cobra 11-et tudja, hogy melyik az a 2-3 márka, ami szerepel. De nem, hát itt vannak egyébként ilyen luxusmárkák is. Egyébként egyetlen epizód létrejött, én 2-3 hetet dolgozik a stáb, és egy-egy résznek a költsége az nagyjából ilyen 1 millió euró. Hát nem a legolcsóbb sorozat, az mondjuk biztos. Hát nem, és szerintem a világszínvonalban is felkerülhetne arra a listára, hogy ilyen költségvetés szempontjából mennyi pénzt áldoznak ezekre a sorozatokra. Mert filmekre nagyon sokat szoktak áldozni, de sorozatokról nem nagyon ejtenek szót, hogy ekkora költségvetése lenne mondjuk. Na jó, legközelebb majd, nem holnap, de majd a következő hetek valamelyik reggelén akkor csinálok egy saját hírt, összeállítom, jó? Okay. Autók. Köszönjük szépen, hogyha felfedezel új jóképű színészeket a Cobra 11 sorozatban, szóljál, jó? És akkor jó, tényleg inkább erről beszéljük. Jóképű színészek a Cobra 11-ből. Jó, ezzel érkezem majd. Oké, tetszik a hír. Na, köszi szépen, és akkor további jó munkát. Köszönöm nektek is. Mi pedig folytatjuk a káfét. Pontosan 3:48 van, hát most már azért annyira nincsen korán, de azért szeretjük néha kiugrasztani a sztárokat is az ágyból, mert szerintem ők azért mindannyian nem kellnek olyan nagyon korán. De előfordulhat, hogy mégis korán kellnek, különösen azok a hírességek, akik mondjuk családosak, mert hát ugye náluk van egy ilyen élő biológiai vekker a gyermek vagy gyermekek formájában, és hát ma egy olyan énekesnőt hívunk, akinél bizony több gyerkőc is akad. Mivel ma hétfő van, jön a sztárébresztő Kollányi Zsuzsival. Ébresztő! Sztárébresztő! Azt gondolom, hogy gyermekek mellett mindig izgalmas a reggel, sőt, nagyon-nagyon izgalmas tud lenni, hát még 3 kis gyerkőc mellett, hogy mennyire izgalmas tud lenni, arról Kollányi Zsuzsit faggatjuk, aki itt van már a vonal túlsó végén. Szia, Zsuzsi! Sziasztok, jó reggelt! Na hát immáron ugye 3 gyermekes anyukaként, ugye ha most így jól idézem fel, akkor ugye az ikrek már nagyjából olyan 2,5 évesek, és közel fél éves, ugye Bogdán? Hát még 4 hónapos múlt csak, 4,5 hónapos, de az ikreket tök jól tippelted, ügyes vagy. Na, szóval milyen nálatok egy reggel? Hogy kell ezt elképzelni? Hát egyébként nem olyan szörnyű, mint amilyennek. Szerintem elsőre sokan gondolnák, vagy nem tudom milyenek gondolják az emberek, de hogy most mondjuk az utóbbi időben valamiért én vagyok a legkorábban kelő itthon, bár tény, hogy én vagyok a legfáradtabb is estére, de hogy valamiért kipattan a szemem már ilyen 6-kor vagy 6 előtt, most 5:30-kor keltem. Fáradt vagyok, de valamiért ébren vagyok, nem tudom, hogy nagyon sok dolog foglalkoztat.
És akkor általában a fiúk közül, hát elsőként leginkább a Bence szokott felébredni, akkor ő az ikrek közül a kisebbik, akkor ő kijön, vagy megkeres, hogy hol vagyok, hozzám bújik még, meg nem tudom én. Utána általában nem sokkal követi a Bálint, és az utolsó szokott lenni a Bogdán így a sorban. És akkor ő nagyon türelmesen, tökéletesen mindig végig szokta várni, hogy mindenkinek vessem a reggelit, a fiúknak beindítom a sütőt, mert hogy általában ilyen, vagy ilyen fagyasztott pékárút sütök ki frissen, hogy az jó legyen, vagy most például pont meleg szendvicset csináltam, ahogy én kis mini pizzákat csinálunk, meg nem tudom, tehát, hogy valamilyen melegebb, tartalmasabb pékárú, és azt tökéletesen végigvárja a Bogdán. És akkor így nyilván reggel előtt felöltözünk mindannyian, meg kinek kicserék a pelusát, apának, anyának, ne viccelek. Szóval, hát igen, ahogy esik, tudod, ebben a korban már. Szóval nagyjából ennyi, de egyébként a fiúk tökre figyelnek egymásra, meg a Bogdánnál rugalmasabb gyereket én még az életben nem láttam. Tehát, hogy olyan türelmes és olyan nyugodt, hogy ő már tényleg csak akkor szól, és akkor se üvölt, hanem csak akkor szól, hogyha már tényleg nagyon unatkozik, vagy tényleg nagyon éhes. De egyébként ő így bármeddig, bárhol el van. Tehát, hogy ő tényleg annyira jó arc. Na de jó azt hallgatni, tényleg tünemények lehetnek. Egyébként most így masszív férfi uralom van nálatok otthon, ez néha nem mutatkozik meg, hogy a tesztoszteron miatt egy kicsit nagyobb zaj szokott lenni, akár a reggeli órákban? Hát az, hogy néha egy kicsit, ez mind a kettő egy paradoxon a mi lakásunkban, tehát hogy pont azon szoktunk röhögni az Attilával, hogy mi őszintén csodálkozunk, hogy még soha az életben nem jött át hozzánk senki átkopogni, hogy mi az Istent csinálunk, mi itt egész nap. Konkrétan egész nap üvöltöznek, és ha nem, akkor szirénázó autókkal játszanak, ami egyébként engem nem zavar, tehát én azon itt a szülők közé tartozom, a kicsi a zenélő játék, és a zajos játék nem zavar. Hát mondjuk, mégiscsak a popiparban nőtt fel, tehát muszáj a zajt bírnia. Igen, mondjuk nálunk egyébként minden ilyen játék addig bírta, amíg az első elemcsere nem kellett volna, hogy következzen, aztán érdekes módon sose jött el, elfogyott mindig az elem, tehát hogy... De akkor ti jobban bírjátok, Zsuzsi. Drága dolog az elem, az így. Én az a baj, hogy engem meg zavar, ha nem működik. Szóval, hogy látom, hogy nyomogatják, és szeretnék, hogy működjön, és akkor nem. Én kicserélem az elemet, meg éredesül. Én imádom a világító dolgokat is, úgyhogy miattam egy csomó ilyen kis világító kütymüt is van itthon, meg lámpácskák, meg nem tudom én, és én abban is, ahogy elkezd merülni, tehát ahogy fogyatkozik, meg hallom a hangján, vagy látom a fényén, azonnal cserélem. Apa szerint ez a világ legkörnyezettudatosság ellenibb vétke, amit el tudok követni, de az a baj, hogy az a legnagyobb vétkem, hogy imádom, hogy szólnak ezek, meg világítanak ezek a játékok, akkor nézd el nekem a világ, hogy így van. Engem egyik ismerősöm mondta, őnek is jó nagy családja van, hogy Zoltán, figyeld meg, hogy akkor leszel majd elem nagy hatalom, mihelyt az első gyermek megérkezik a családban, onnantól kezdve folyton elemeket kell vásárolni ezekbe a játékokba. Figyelj csak, az érdekel engem elsősorban, hogy itt az énekeseknél, zenészeknél előfordul, hogy itt nagy éjszakázások voltak, még mielőtt a család megérkezett az életetekbe. Nálad is ez volt a jellemző, vagy már akkor is inkább koránkelő voltál? Nem, jaj nem, dehogy voltam. És nem is, még én mielőtt csak zenéltem volna, én az életemben nem voltam koránkelő, pedig egyébként én szeretem a hajnaloknak a hangulatát, hogy van valami varázsa, van valami mágikus szerintem egyébként a hajnalban, meg abban, hogy ott valahogy érzi az ember, hogy ott valami új dolog kezdődik. Tehát kifejezetten szeretem, de egyáltalán nem tudok koránkelni magamtól, leszámít az utóbbi időszakot. Igen, közben kijött a Bálint, hogy a Bence megharapta, mint halljátok. Szóval, én a 10-14 óra alvásos voltam egész életemben, de nem úgy, hogy amikor kimerült voltam, aludtam ennyit, hanem bármikor tudtam ennyit aludni, tehát hogy akármikor. De hát ennek ugye vége, egy jó ideje, tehát hogy gyakorlatilag az első terhességemmel így leáldozott ennek az időszaknak. És az a baj, szerintem mire ők fölnének, addigra már leszek pont annyira idős, hogy akkor meg már nem lesz rá igényem. Tehát, hogy ez ultra gáz, hogy mire majd tudnék aludni arra, akkor már meg nem akarok. Zsuzsi, most ugye nyilván a családi abszolút a főszerep, és minden idődet ugye nekik szenteled. Szakmai tervek, bármi egyéb, akár közép, akár hosszú távon, mit lehet erről tudni? Hát igazából csak szakmai terveim vannak, mivel tavaly is végig dolgoztam, amit így a lehetőségek adtak, meg megjelent szerintem
Hát, 6 és 8 közötti dalom meg klippem tavaly, wow. nem emlékszem pontosan, hogy hány darab. És most is van több olyan dal, amin dolgozom, meg gondolkozom a klip. Igen, kicsim, látom, csak telefonálok. Most ez két napja ez van, hogy kék madár van a kezdőben. Megzabálom őket. Igen, édesek. Imádni való a hangulat nálatok, ne viccelj, tök nagy buli van. Ja, nagyon, igen, csak amikor már és üveghangon beszélgetnek, tehát az óriási, hogy egy olyan frekvencián beszélnek egész nap, amit nem tudsz figyelmen kívül hagyni. Tehát óriási, főleg ha kérdeznek, ugye nem nincsenek még kérdőszavak, és ebből adódóan ők úgy kérdeznek, hogy fölviszik a hangsúlyt. De úgy viszik fel a hangsúlyt, hogy azt már csak a delfinek tudják értelmezni szerintem, meg a genevére. Micsoda fonetikai tanulmányt folytatunk. Leendő szülőknek tök jó dolgok, amiket mondasz. Hát ez nagyon jó. Jó, tényleg nem is akarjuk húzni az időt, mert látom, hogy itt a gyereket szészednek, akkor van terv bőven. Igen, és akkor szakmai tervek miatt hívunk majd valamikor újra, jó? Igen, igen, jó, köszönöm szépen. Nagyon köszönjük az idődet, és jó mulatást nektek. Oké, köszönjük szépen, viszont kívánom. Szép napot, szia, szia. Szia, Zsuzsi. Sziasztok, sziasztok. Akkor a három gyerek delfin üveg hangon sikít, akkor tényleg, na, akkor engedni kell, hogy akkor hadd játszanak vele. Hát Kollányi Zsuzsit hallgattuk, hát náluk nincsen unalom mostanában. Igen, ez annyira jó volt egyébként ebbe egy pici bepillantást nyerni, és hát valóban azt gondolom, hogy ebből azért megmutatkozik az, hogy legyél bármennyire ismert, legyél tényleg egy popstár, akkor is venni kell az elemeket, és akkor is a prüttyögő és csillogó-villogó játékok, azok bizony ott vannak. A sztárok is velünk ébrednek. Sztáribresztő a Forrás Caféban. 7:30 után járunk, 6 percen, és körülnéztünk egy kicsit az utakon, hogy mi a helyzet, és hát ilyen nagy fennakadások nincsenek szerencsére, bízom benne, hogy akkor ez így is marad. Ami viszont biztos, hogy az M1-es autópályán, az Ács Bábolna lehajtónál, ott biztos, hogy trafipax van, úgyhogy ott tudja, hogy mérik a sebességet, illetve jellemzően nagy a forgalom Komáromban, és Tatabányán is. Tatabányán egyébként az egyes főút magasságában is. De komolyabb fennakadás nem jeleznek. Ugye vannak állandó infóink a 111-es főúton Esztergomban, az ipari park előtt útépítők dolgoznak, ez a 4-es kilométer környezetét érinti, illetve a 117-es főút 7-es kilométerénél forgalomkorlátozásra kell számítani, körforgalmat újítanak fel ugyanis, míg Nyerges-Újfalu belterületén a Bajóti úton a Munkácsi ligetnél gázvezetéket építenek, a munkaterületnél a fél útpályát lezárták, és hogyha az M1-esen haladtok, akkor úgy számoljatok azért mindenféleképpen, mondjuk így a pihenőkkel kapcsolatban, hogy a 28-as kilométernél lévő Zsámbéki pihenőt átépítés miatt mindkét oldalon lezárták, míg Hegyeshalom felé az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőben a mosdót műszaki meghibásodás miatt zárták le. Lehet, hogy egy kicsit tompaságot fogtok észlelni, mert hogy melegedés érkezik még a mai napra, és ennek hatására akár tompaság, de koncentráltság azért előfordulhat, és napközben már délnyugat felől, leginkább a Dunántúlon egyre több felé eleredhet az eső, itt akár még vizes csúszós útszakaszok is lehetnek. Várjuk a közlekedési infóitokat 0620 97 8 95. 8 óra után 2 perccel vagyunk, és van egy nagyon fontos információnk, amit egyébként Ricsitől kaptunk. Koppány Monostoron, a Koppány vezérúton baleset történt. Folyik a műszaki mentés, 2 mentő, 1 tűzoltóautó, sőt 2 rendőrautó ott is állnak. Nemrégen történt egyébként ez a baleset, úgyhogy ott még valószínűleg fennakadások lesznek. Koppány Monostor, a Koppány vezérúton tehát. Köszönjük Ricsinek, várjuk az infokat továbbra is. Mi pedig itt, most már tényleg megint többes számban, nem csak ketten Rolanddal, hanem itt van velünk Mészár Áros Tamás énekes, jó reggelt! Jó reggelt kívánok nektek, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és újra ebben a formációban találhatom magamat. Újra. Köszönjük, nosztalgiázunk, ugye itt felidézted, de annyira durva egyébként, hogy te még évszámot is tudsz hozzá kötni, hogy ugye 2012-ben beszélgettünk először így hárman. Ha csak tegnap lett volna, igen. Egy kis előzmény így a hallgatóknak, hogy azért Tamással pont így ilyen felállásban találkoztunk legelső alkalommal 2012-ben, akkor még Mészáros Tamás és a Jan Pec csajok talán. Volt egy ilyen hungáriás őrületem, amikor Hungária dalokat dolgoztunk fel és készítettünk, és hát volt két hölgy tagja a formációnak, akikkel valójában eladtuk a produkciót.
Azért fél, így évek távlatában bevallhatjuk, hogy igazából azért ők turbozták fel annak. Hát én most egyébként hiányoltam is, így bejött a Tobi egyedül, érted? Tehát, hogy mondom, hol hagytad a csajokat? Kocsiba kint, szegények, mert hát változnak az idők, és hát komolyodunk mi is. Évszakok. Ja, igen, a nagy slágerek után. Hát figyelj, Tamáskám, elindult akkor valami produkció 2012-ben, és azóta azt látjuk egyébként, hogy folyamatosan egyre nagyobb színpadokon, egyre több anyaggal, most már nem tudom hányadik albumon vagy túl. Hát ugye van kettő teljes album, úgymond kvázi CD, ha még mondhatom ezt a mai világban. Két teljes album, és akkor, ha jól számolom, akkor ilyen 6-7 úgynevezett single album, ami egy-egy vagy maximum kettő dal tartalmaz, de hát ezeket azért szeretnénk majd úgymond csokorba gyűjteni, összefoglalni, és valójában, hogyha a lehetőségeink adják, akkor mondjuk ősz környékén ezt mondjuk kiadni akár egy CD-lemez formájában. Na, azért szereted még ezeket a klasszikus megoldásokat, mert többen mondják, old school. Hát a lemezeket ugye nem nagyon adnak ki, de mondtad, hogy te például ragaszkodsz hozzá, mert hogy egyfajta korlenyomat, és neked is egy nagyon jó emlék. Abszolút, meg hát ugye én úgy vagyok azzal, hogy teljesen jó visszaemlékezni mondjuk, hogy mondjuk 10-15-20 év múlva, hogy mondjuk ebben az időszakban én mondjuk mire gondoltam, vagy mi az, ami izgatott mondjuk engem, vagy a szerzőbarátaimat. Na hát én most egy új dal kapcsán, amit közben itt azért a háttérben már felcsendül, egyszer majd hívlak. Na hát ennek a kornak a lenyomata érződik rajta az elmúlt nagyjából egy évé, most nagy, igen, tehát azóta van kb. Vírus helyzet itt. Igen, hát ugye márciusban, amikor így lezárták a határokat is, és így teljesen egyik napról a másikra így elvették tőlünk a lehetőségét annak, hogy mondjuk színpadra álljunk. Akár ha nézem a színházi oldalát ennek a dolognak, vagy a szóló karrieremet, hogyha nézem, akkor nagyon-nagyon hát olyan dolog volt ez, ami azt hiszem, hogy egyik napról a másikra ilyen áramütésszerűen ért mindannyiunkat. Nyilván nem csak azokat, akik a színpadon állnak, hanem mondjuk akik beülnek a nézőtérre egy-egy koncertre, vagy mondjuk színházi előadásra. És hát ugye ez volt az, ami azért mély nyomot hagyott bennünk, nem csak bennem, hanem a szerző barátaimban is. És hát aztán elkezdtünk gondolkodni dolgokon, leírtuk a gondolatainkat, lejegyzeteltük, egymásnak átküldtük, beszélgettünk telefonon, mert hiszen az én helyzetem még speciálisabb volt tavaly, ugyanis éppen otthon tartózkodtam a Felvidéken, és akkor egyik napra a másikra így az országhatárt azt így teljesen lezárták, és nem tudtam mozogni, nem tudtam átjönni az anyaországba. Akkor se előre, se hátra. Azért ilyenkor megfogalmazódik, nem úgy az alkotókban egy-egy gondolat, hogy ezt azért jól elmondanátok a nagyvilágnak, és ez lett egyébként ez a dal is, nem? Ami miatt gyakorlatilag te most itt vagy. Hát igen, mert hogy a szerzőbarátaimnak hála is ugye így ennek a remek csapatnak, vagy nem is tudom hányas fogadnak már nevezhetem ezt, mert egyre többen vagyunk és bővül azért a csapat. Uh-huh. Itt-ott-amott akár zenész barátokkal is, háttéremberekkel. És hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy ez egy olyan speciális helyzet volt, ami nyilván megihleti az embert, és mondhatom azt, hogy ez egy, nem is tudom, tehát ez ilyen felemás érzéseket ébresztett bennem és bennünk, és hát a hallgatókban is, illetve akik megnézték már ezt a klipet, ugyanis már készült egy klip, nem szeretnék csapongni, de majd erről is beszélek pár szót. Szóval, hogy ez ugye tavaly született meg ez a dal, aztán nem került végül is nyilvánosságra a tavalyi évben, de mivel november 10-e óta megint így bezártak minket, és nem állhatunk színpadon, és nincs az a lehetőség ennek, hogy bármit prezentáljunk élőben, így gyakorlatilag választottuk azt a lehetőséget, és azt éreztem, hogy akkor ennek itt az ideje, és ez a dal most kell, hogy megszülessen a nyilvánosság számára is, úgyhogy ezért döntöttük úgy, hogy ne csak audio formátumban hallhassák ezt a dalt, hanem egy kis klippet is forgattunk hozzá. Egyébként így bezsákoltátok? Tehát, hogy így többektől hallom ezt, hogy várták volna azt a lehetőséget, hogy mikor tudnak visszajönni egy jó kis dallal, amit megírtak előtte, de hogy nem igen. Nagyon tudták, és vártuk, aztán dobni, a gyerekek hát most már csináljunk, igen. Meghallgatjuk, jó? Az lett a dalnak a címe, hogy egyszer majd hívlak. Hallhattuk már egyébként ennek a zenei alapját a beszélgetés közben, de akkor szóljon tehát a vadonatúj felvétel, a stúdióban pedig itt velünk Mészáros Tamás. Forrás Kafé. Jó kedvre hangol. Kész van a dalszöveg, csak úgy énekelgetek. Nagyon-nagyon kis vidám lett ez a felvétel. Mészáros Tamás! Itt van velünk továbbra is a stúdióban. Az lett a dalnak a címe, hogy egyszer majd hívlak, és azért ezt erre nagyon hamar rá lehet jönni, hogy a Mészáros Tamásos verzióhoz képest jóval countrysabb, mert hogy ezt a műfajt választottátok most. Igen, ez valahogy így dobta a gép, ahogy szoktuk ezt mondani. Tehát így annyira
a Pécsváradi Zoli barátomnak volt egy zeneszerző producer barátomnak volt egy ilyen ötlete, hogy picit vigyük ezt el más vizekre, evezzünk ezzel a történettel, hogyha már maga a történet is egy ilyen nagyon speciális szituációba torkolt, hogy így mondjam, és hát gyakorlatilag én nagyon, tehát nem is voltam ellene. Ugye ez úgy történt valójában, hogy mivel ahogy korábban mondottam, hogy lezárták a határokat, gyakorlatilag még az énekfelvételeket sem a megszokott kerékvágásban tudtuk ezt magunk mögé. Az interneten küldözgettétek egymást? Hát gyakorlatilag úgy volt, hogy én Dunaszerdahelyen az egyik ismerősömnél felénekeltem az éneksávokat, az énekfelvételeket vokálokkal. Közreműködött még benne egyébként a dalban a vokálokban Keszeli Szabó Márta, akivel szintén már jártunk nálatok, ugye a karácsonyi dal kapcsán. És hát gyakorlatilag őt kértem fel, hogy ő vokálozik a dalban. Mi azt elkészítettük a Felvidéken, az énekfelvételeket, és aztán átküldtük Kisbérre a stúdióba Pécsváradi Zoli barátomhoz, aki egyébként összefoglalta a dolgokat, és hát megírta erre ezt a zseniális szöveget. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és hát Velena István pedig a zeneszerzője ennek a dalnak. De mondhatni, hogy a szokásos csapat, mert hogy ez bevált, ez a formáció. Klipről kicsit majd még mesélj nekünk, Tomi, jó? Mert hogy azért azt gondolom, hogy az is egy különleges dolog lett. Hát mégpedig azért is, hogy még adáson kívül beszéltük azt, illetve meséltem nektek, hogy egyetlen egy talán pozitív hozadéka van ennek a vírushelyzetnek, ennek a kaotikus helyzetnek, hogy talán az emberek inkább a világháló felé tendálnak és nézegetik jobbra-balra ezeket az anyagokat, ami hát rengeteg anyag szerintem megjelent most azért az elmúlt egy évben az internetes felületeken. És hát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy igazából amit mi mindenféleképpen szeretünk volna, hogy ne csak audio formában tényleg hallgassák az emberek, ahogy már mondtam, hanem videoklip formájában is lássák, és ahogy erre már rátértem, gyakorlatilag elmúlt két napja jelent meg ez a videoklip, amely felkerült a YouTube csatornánkra, meg a Facebook oldalamra, és hát azt el kell, hogy mondjam, hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy 2 nap alatt több mint 10 000-en látták már ezt a klippet, úgyhogy még tényleg nem is indult el a médiális kampány. Ez tök jó, ne viccelj. Ez jó. Egyébként tényleg ez a tapasztalat, többek is mondják, hogy már az internet az első számú. Talán eddig is az volt, de most még inkább úgy, hogy mindenki otthon. Igen. Tehát ugye telefonját viszi magával. Amit ugye itt beszéltünk is, ugye a klasszikus lemezformának tényleg csak egy ilyen korlenyomat szerepe van, mert hát nem is tudom, egyébként ilyen aranylemez az hol jár most, tehát hogy egy ilyen. Most ki az, aki vesz még lemezt? Írjatok, ha vesztek mostanában még lemezt egyébként. Most azért nevet. De van olyan, aki direkt bakelitet kér. De az meg megint jön vissza. Az jön vissza. Ezt tapasztaljuk egyébként tényleg a zenei iparban is, hogy ezek a régiós lágerek így megint előkerülnek, leporolják őket, egy kicsit másféle formátumban adják ki. Figyelj, igen. A klipet egyébként itt nem messze, Biatorbágy, meg ilyen helyeket lehet felfedezni, hogy az erdőben jársz egy kopott gitárral. Igen, mert hát nem tudtuk így az elején, hogy milyen történetet fűzzünk köré, mert hiszen a dal elmondja, amit el kell, hogy mondjon a szöveggel, de ennek ellenére szerettünk volna egy kis történetet mellé varázsolni, és akkor így született meg az ötlet Wittmann Balázs barátommal, akivel egyébként együtt dolgozunk a Magyarok Dalszínháznál is, és azt mondta, hogy figyelj, Tomikám, csináljunk egy valami olyan történetet, ami egy picit más, mint az eddigiek, mint ahogy a dal is zenéleg más, mint az eddigiek, és akkor így jött az ötlet, hogy ha már erről a vírushelyzetről és ilyen elszigeteltségről beszélhetünk tulajdonképpen, így jött az ötlet, hogy a központba helyeztünk egy zenészt, egy előadót, akit én formálok meg, és de lehetne ez akár bárki, aki egy kopott... Te mondjuk jobban nézel ki azzal a gitára, mint ahogy én kinéznék a gitár, egy kicsit hitelesen. Miért fogni, te is tudnád egyébként. Énekelni nem úgy, tátogni nagyon jól tudok egyébként. Igen, és hát gyakorlatilag ugye addig jutottunk el ebben a sztoriban, hogy van egy főhősünk, aki zenészként, előadóként keresi a helyét a nagyvilágban, ebben a kaotikus felfordulásban, ami most körülöttünk van. Elindul egy kopott, sivár ösvényen az erdőben, ahol senki nincs rajta kívül, csak a napfény, és hát próbálja magába szívni a D-vitamint, az energiákat. Ez vírus szempontból nagyon pozitív egyébként, teszem hozzá, tehát hogy távolságtartás, tehát nagyon jó. Igen, ahol sehol senki nincs, csak az erdő és a főhősünk, aztán később, ahogy vándorol, barandukol ezen az ösvényen, ez a főhősünk eljut már egy kicsit nem annyira
ingerszegény környezetbe kerül, és akkor ez már mondjuk Biatorbágyon jelenik meg, de lehetne bárhol a nagyvilágban, ahol már mondjuk egy kicsit zöldövezet is van, néhány ember megjelenik, már autók is feltűnnek. Hát ez képileg azt akarjátok kifejezni, hogy visszacsatlakoztok ugye ahhoz a körforgáshoz, amit előtte is már tapasztaltunk. A normális így van, élet. Így van, és a dal és a klip végére pedig megérkezik a főhősünk a kvázi a nagyvárosba. Yes. Amit mi Budapesten vettünk fel, ezeket a jeleneteket a dal és a klip végén, úgyhogy, és ott már megjelenek az emberek, a családok, ott már kicsit más a történet. Tehát jó ezt látni és érezni, hogy talán van még remény, és hamarosan újra színpadra áll. Igazából a nagyváros az neked alapból között van, ugye többféle szempontból, zenei szempontból is, mert egyébként bekészítettem egy másik Mészáros Tamás dalt, és akkor Budapesthez ez is köthető a Jó Tündér, mert hogy emögött is van egy együttműködés, és akkor egy-két mondatot mondj, meg is hallgatjuk utána. Jó, hát gyakorlatilag a tavalyi év az ennek kapcsán sem volt rossz, tehát hogy bár vírushelyzet volt, de azért dolgozgattunk és tevékenykedtünk, és hát így jött az a lehetőség, hogy korábban Szolnoki Péterékkel, a Bomban együttessel ismerkedtünk meg, azóta elkészült egy duettdal a Petivel, a Szolnoki Petivel, és hát utána jött a lehetőség, hogy feldolgozzunk egy általunk eddig nem megszokott történetben, ugyanis eddig nem volt feldolgozás dala a Mészáros Tamás produkciónak, nem, sajátokat. Ez volt az első, igen. És hát ugye most szerettünk volna egy olyat, ami újra visszarepít minket egy kicsit a régmúltba, 90-es évek elejére, ugyanis volt ez az Azok a fiúk formáció, ahol az a kapcsolódási pont, hogy Török Tamás a Bombon Együttes másik tagja, basszusgitárosa volt, és hát alapító tagja volt ennek a történetnek, ennek az Azok a fiúk formációnak, és hát így jött az ötlet, hogy akkor Mészáros Tamás produkció feldolgozza a Jó Tündér című dalt. Igen, én vágom azok a fiúk formációt. Hát látom, fel az is angyalok a földre vágynak. Hoppá, ez egyetlen daluk, amit ismerek. Akkor lesz még egy, meghallgatjuk akkor Mészáros Tamieknak a feldolgozását. Jó, és akkor innen folytatjuk. Még szeretném, hogyha maradnál, de kicsit akkor szusszanunk rá, pihenünk, és akkor innen folytatjuk majd a beszélgetést. Közben pedig azt se felejtsétek el, hogy van egy fontos információ, amit Ricsitől kaptunk, hogy Koppány Marostoron, a Koppány vezér úton történt egy baleset, és akkor itt nemrégiben mentős volt, tűzoltó rendőrtől van egy kis fennakadás. Mészáros Tomi tehát a vendégünk ma reggel. Azt senki nem mondhatja, hogy nincs bent jó hangulat a stúdióban. Itt vagyunk benn hárman továbbra, és Mészáros Tamás énekessel együtt, egyébként az interneten, hogyha valaki szemfüles volt, akkor kiszúrhatta, és láthatta őt élőzni, mert hogy ugyebár a Facebookon csináltunk nemrégiben egy élőt, és akkor azt ígértük, hogy itt folytatjuk a beszélgetést. Hát megpróbáltuk kihúzni belőled, én szerettem volna kihúzni belőled, Tomikám, hogy a nagy szakmázás mellett mi az, amit még tudhatunk rólad, mert itt a videoklipben itt már beszéltél arról, hogy akkor azt próbáltad megmutatni, hogy hogyan próbálsz meg csatlakozni, vagy a zenei társadalom hogyan próbál meg csatlakozni újból ahhoz a körforgáshoz. De hogy éled meg ezt személyesen? Mert itt azért mindig úgy ismertünk téged, hogy egy ilyen nagyon vidám, nagyon joviális fickó vagy, aki bejön és megteríti a teret egy ilyen nagy energiabombával. Azért ez továbbra is megvan. Hát igyekszünk ezt fenntartani, nem mindig könnyű, meg nem mindig egyszerű ezt, főleg ezekben a kvázi, most mondhatom ezt, hogy idézőjelben szürke hétköznapok. Egyébként én nem úgy élem meg a hétköznapokat, hogy ez mondjuk szürke lenne szerencsére, főleg, hogy az embernek a magánélete azért rendben van, tehát hogy vannak kapaszkodók is, és azért ez nagyon fontos, hogy egészségesen tudja kezelni ezt a helyzetet. Tényleg nem egyszerű. Főleg ebben a vírus helyzetben, ami tényleg nekünk a színpad, a fények és a taps talán az a legkifejezőbb dolog. És hát a legfontosabb dolog. A motivációs érő. Bár mondjuk, hogyha abszolút. Magánéletben vannak kapaszkodók, akkor az annyira rossz nem lehet. Kerek kapaszkodókra gondolok. Zseniális, nagyon jó. Na azt is megtudtuk, hogy 41-es lábad van, szuper. A Facebook élőben, igen. A leghasznosabb infót kiemelted. Tényleg ez volt a leghasznosabb. Hány és a Mészáros Tomi lába. Legalább biztos lábakon állsz, figyelj, ne viccelj. Abszolút rossz volt ez, szorjál. Hát hétfő van. Figyelj, tekintsétek el ezt, kérlek szépen. Na mit tapasztalsz egyébként a többiek részéről? Mert ugye itt te nem csak a saját karrieredet egyengeted a zenei téren, hanem mellette, sőt, talán inkább ugye eddig az volt a meghatározó, hogy a színpadon te ott vagy, ugye Magyarok Dalszínház, és itt az előbb felsoroltad nekünk, hogy mennyi darabban voltál benne, és hihetetlen sokat játszottál te is velük együtt a színpadon. Igen, hát ugye még a vírus helyzetet megelőző években azért több mint 150-160 előadás volt, ami mondjuk így egy év alatt mondjuk így összejött. Hát ez brutális, ez heti 3-4, akkor 2-3-4. 2-3, mondjuk igen, és
igazából azért ez nagyon megterhelő volt, de hát mi ennek élünk, tehát hogy ez egyszerűen ez egy életforma, ami most így hirtelen így, amit így elvettek tőlünk, és így nem, nagyon sokáig nem találtuk, és nem találjuk a helyünket, és sokan, így mondom, sokan nem találjuk a helyünket, mert hiszen ez egy teljesen speciális helyzet, hogy nem tudod, hogy most mi fog történni holnap, és egyszerűen teljesen másként ébredsz fel, vagy ébredek fel például én, hogy ha tudom, hogy mondjuk este előadásom van, arra készülök, vagy ha tudom, hogy koncertem vagy fellépésem van. Tehát az egy teljesen másként ébredek fel, más a napi rutin, egy picit már arra hangolódom agyilag, uh-huh. és hát testileg, hangilag, hogy mi fog történni az este, és ez most nem volt, viszont igyekeztünk kihasználni a tavaly évben is azért a lehetőségeket, azért volt egy-két karantén szobakoncert, tehát azért igyekeztem fenntartani. Facebookon live-osztál. Így van. Igen, sikerült fenntartani. Ugye decemberben volt egy hát ilyen. Hát ugye volt december 14-én egy ilyen adventi, karácsonyi, nagyon-nagyon jó hangulatú, élő zenekaros nagy koncert. És teszem hozzá, tök jó volt, mert egyébként hangilag is akkor átszólt, hogy nem igaz. Tehát, hogy azért ott lehetett látni, érezni, hogy mögötte tényleg volt egy átgondolás, és nem csak úgy oda raktátok magatokat, hanem az szépen meg volt csinálva technikailag is. Abszolút, és egy nagyon-nagyon komoly csapat volt mögötte, amit így tényleg emberileg is szakmai alázattal, hozzáállással én nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenkinek az odaadó munkáját, aki a háttérben dolgozott, akár a fényekért felelt, akár tényleg a hang, hiszen, ahogy mondtad, nagyon komoly hangminőséget tudtunk produkálni. De azért mégiscsak egy kicsit guminő szaga van a dolognak, nem? Tehát, hogy jó, hogy van egy ilyen koncert, de azért nem az igazi. Hát igen, igyekeztünk mi magunknak ott megteremteni azt az atmoszférát, hogy oda képzelni, hogy kik nézik, és kik ülnek a gépek, vagy az eszközök mögött, tényleg oda-haza, és igazából tényleg az volt az egyetlen kapaszkodó, hogy ott voltunk egymásnak. A zenekarom, akiknek szeretném megköszönni, mert tényleg fantasztikus este volt, a meghívott vendégeimnek, Csengeri Attila színművész barátomnak, Molnár Ágnes színésznő kollégámnak, kolléganőmnek. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan kapaszkodó és olyan dolog volt benne, ami kiemelte azt, hogy tényleg ez egy szép este lehessen, és igazából ez volt a lényege, hogy elsősorban mi, és aztán nyilván a készülékek mögött ülve is ezt érezzék, és egy nagyon-nagyon jó este volt, tehát jó rá visszagondolni, úgyhogy szeretném ezt megtartani, ezt a csapatot, ha mondhatom ezt, és mondjuk ezzel a csapattal folytatni az idén élőben, és élőben. Erre akartam én is rátérni, hogy gondolom nagyon várjátok már hát ugye talán, ha így folytatódik ilyen ütemben itt az oltások, meg mondjuk így a nyitások, akkor lehet, hogy nyáron már lehet mondjuk így a szabadtéren mindenféle nagyobb volumenű rendezvényeket tartani, és úgy sejtem, hogy azért erre vonatkozóan vannak akkor már elképzelések, meg tervek. Persze, nézhetem ezt akár a saját szólói dolgok kapcsán, vagy akár a színházi oldalról is, tehát vannak előadás tervek már, szerencsére nagyon-nagyon várjuk. De van táblázva, tehát hogy a naptárban megjelenik már, csak akkor ugye rá kell reagálni, hogy éppen mik lesznek. Így van, abszolút, és hát reméljük, hogy majd a lehetővé teszi ez a vírus helyzet azt, hogy végre színpadra állhassunk. És hát nyilván, hogyha már így a beszélgetésünk legelején reflektáltam rá, hogy jó, hogyha az ember ezeket a gondolatokat, ami így foglalkoztatja egy bizonyos időszakban vagy időben, jó, hogyha mondjuk ezt így összefoglalja, úgyhogy akár még, ha jövőbeni terveket nézzük, még ebben az évben remélem, hogy beleférhet akár egy album, egy teljes album. Albumot kitolni a médiába, amelyre nyilván olyan dolgok is rákerülnek majd, amelyek már megjelentek, akár mondhatom itt a Szolnoki Petivel a Szóljon egy dal című duettünktől kezdve nagyon sok minden, ami még így nem volt elarchiválva korlenyomat kapcsán, és igazából ezt várjuk, hogy mondjuk, hogy ez megjelenne, akkor akár egy őszi-téli szezonban már mondjuk élőben is akár nagy koncert formájában ezt megmutathassuk. De jó lenne az már tényleg, hogyha ilyenekről tudnánk érdemben beszélni, hogy akkor gyertek koncertezni, és akkor biztonságosan tudjuk megcsinálni. Bízom benne, hogy akkor ez tényleg mi hamarabb eljön. Tomikám, hogyha van aktualitás, akkor legyél kedves szólni nekünk, jó, mert akkor ráreagálunk. Mindenképpen így lesz, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az új dalt elsőként ti mutathattátok meg. Mi is köszönjük természetesen. És hát Tomikám, az a helyzet, hogy indulnod kell. És hát ez a dalnak a címe is, amivel búcsúzunk, úgyhogy nagyon stílszerűek voltunk. Mészáros Tamás tehát ma reggel ő volt a vendégünk, és akkor valóban szóljon búcsúzóul akkor ez a felvétel. Az indulnod kell. És akkor ezt a beszélgetést is majd keressétek az oldalainkon, mivel hogy fel fogjuk tenni a Spotify oldalt. Ott, ha megtaláljátok, mindent visszahallgathattok. Forráskávé, 100% vidámság.
3:49 után 2 perccel vagyunk, és ez továbbra is a Káfé. Mészáros Tomi volt nemrégünk a vendégünk. Nemrégen a vendégünk, és hát Tomikával azért jókat mulattunk. Az a helyzet, hogy azért látom rajta, hogy egy kicsit meggyötörte most ez a helyzet. Egyébként teljesen jogosan, mert az összes zenész azért akármennyire azt mondja kifelé, vagy mutatja kifelé, hogy azért csináljuk, új dalok születnek, azért egy picit nál több, mint egy éve tart már ez a helyzet, amikor nincsen igazán fellépés, próbálnak itt lehetőségeket teremteni maguknak ezekkel a live-okkal, az élőzésekkel, ez nem ugyanaz. Hát igen, amikor nincs közönség, azért azt úgy tényleg így hajtsd bele magad, úgy motiváld magad arra, hogy már pedig nyomd úgy, és tényleg jó, ők jól nyomták egyébként ezzel együtt, nem tehát azt el kell ismerni. Abszolút. De na, szóval nyilvánvalóan a tapsa, a közönséggel való személyes találkozás azért az egy olyan dolog, amit nagyon nehéz pótolni, sőt, hát szinte lehetetlen pótolni. Mi nagyon örülünk annak, hogy azért így jönnek például új dalok, ugye itt volt ez is az új Mészáros Tomi dal, és egyébként ezt visszahallgathatjátok, tehát hogyha lemaradtatok volna róla, akkor ugye a Spotify csatornánkon, a YouTube oldalunkon ezek mind-mind visszahallgathatóak lesznek, illetve hát közben nyomtunk egy Facebook live-ot, ez visszanézhető egyébként az oldalunkon, úgyhogy abszolút minden egyes felületen érdemes minket követni. Jött egy SMS, azon röhögök csak közben, hogy nagyon jól összefoglalja az aktuális helyzetet. Genyó vírus, mindenkitől ellopta a nyonyókánkat. És figyelj, mennyire igaz egyébként röviden, tömören, hogyha össze kéne foglalni ezt a helyzetet. Igen, mi azért próbáljuk megfogni a lehetőségeket, meg egy kicsit a pozitív hozzáállást, úgyhogy megpróbáljuk becsempészni az életetekbe így a reggelekben a jó hangulatot, a jó témákat, van, hogy ebben Anikó is szokott nekünk segíteni, van, hogy ismert emberek, akiket fölébresztünk. Ma reggel Kollányi Zsuzsi, ugye vele is beszélgettünk. Ez is visszahallgatható lesz. Ez is visszahallgatható lesz, úgyhogy tényleg érdemes a felületeinket keresnetek. Na de a következő órában, mert hogy azt még együtt fogjuk tölteni, oda azért még készülünk egy aprócska meglepetéssel. Mégpedig abból az apropóból, hogy ma a bűnmegelőzés napja van. Úgyhogy ma április 12-e a bűnmegelőzés napja. Ezt így nem véletlenül emelem ki. Ja, mondtad már, hogy ma április 12-én a bűnmegelőzés napja van ma? Mintha említettem volna, igen. És ebből az apropóból egyébként beszélgetünk is majd, mégpedig Bakonyi Katalin főtörzsászlóssal, plusz játszani is lehet velünk, összeállítottunk, ugye nyilván itt azért a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság segítségével 5 darab bűnmegelőzési ajándékcsomagot. Ebben egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak, eláruljuk majd a következő óra elején, hogy konkrétan micsoda, és egyetlen egy roppant egyszerű kérdésünk lesz, amire várjuk tehát majd a választ, és akkor azt mindenféleképpen jegyezzétek meg, hogy a bűnmegelőzés napja ma van, április 12-én. Te figyelj, milyen nap a hétfő? Április 12-én. Nem az a bűnmegelőzés napja? Pont ma reggel néztem, hogy ma van a bűnmegelőzésnek a napja. Na hát akkor jót játszunk a következő órában, úgyhogy tartsatok velünk, nagyon izgi kis ajándékok vannak ezekben a csomagokban. 0620 978 975, ez tehát az SMS számunk, és ez tovább is használható a Viberen, küldjétek oda is. 9 óra után 5 perccel vagyunk már, és ez a Káfé utolsó órája. Roland, továbbra is itt vagy? Itt vagyok, és képzeld el, ma van a bűnmegelőzés napja. Azon gondolkodtam, ja, hogy így bejöttünk április 12-én hétfőn, és pont így a hétfőt így nyitjuk a hetet, hogy a bűnmegelőzés napja van, tök véletlenül a mai napon. Úgyhogy bűnmegelőzünk ebben az órában, mégpedig izomból, és hát játékosan. Mert hogy van nekünk 5 csomagunk, várj egy kicsit. Zörgesd meg, hogy tényleg itt van, mutasd meg, mutasd. Itt van. Ott van. Ez egy zacskó. Papír zacskók, és ezekben egyébként a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kis ajándéktárgyak találhatóak, mindenféle kiegészítő, amit mi egyébként a Komárom-Esztergom megyei rendőrkapitányságtól kaptunk, mert velük együtt... Rendőrfőkapitányság. Csak hogy egészen pontosak legyünk. Van ebben malac persze, gyerekek abszolút örülnek neki. Nekem a kedvencem egyébként egy ilyen, hát okos, ilyen toll meg ceruzatartó, ami egyben óra is, meg naptár is. Meg hőmérő is, igen, szóval egy ilyen, ezt én is elfogadnám az asztalomra, de nem tehetem oda, lehet, hanem ezt ki kell játszanunk. Igen, van nyakbalkasztónk, és aztán van ilyen világítós bizbasz, ilyen nem tudom ez micsoda, de ez hogy ez így. Szakifejezés, a hivatalos világítós bizbasz. Igen, kulcstartó egyébként, ami világít. Kulcstartó, ami világít, ja, na jó van, az úgy jobban hangzik. Ja, aztán mi van? Van itt még egy könyvünk, azt mondja, hogy sportközösség, bűnmegelőzés, szóval, hogy, de már egyébként emiatt a tolltartó miatt, szerintem meg a malacpersei miatt, meg van itt még valamink, de ezt nem tudom, hogy micsoda. Amíg kicsomagolod, addig én gyorsan elmondom a kedves. Nem tudom visszacsomagolni, az a baj. Akar, inkább ne. Hogy inkább akkor tényleg csapjatok le rá, jó? Mert Roland nagyon kinézte ezt a kis tolltartót, ami az időt jelzi, meg minden egyebet kijelez, hogy akkor ne, nyilván nem a Rolandnak fogjuk ezt szánni. 5 ilyen zacskónk van, 5 ilyen összeállításunk, csomagunk, amelyre lecsaphattok, de
előtte nagyon keményen meg kell dolgozni, érte? Egyetlen egy kérdést kell megválaszolni, mintha már utaltunk volna a válaszra. Melyik napot tartjuk a bűnmegelőzés napjának? Hát ez bűnnehéz. Bűnnehéz, előbb mondtuk-e? Jó párszor. Szóval írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen keresztül 0620 978 978-os. Mindenképpen írjátok bele az üzenetbe a saját neveteket, meg még esetleg azt is, hogy melyik településen hallgattok minket. Úgyhogy így lehet pályázni, nevezni gyakorlatilag ezzel az elküldött SMS-sel, úgyhogy érdemes részt venni. Mindaz ötöt, jól sejtem? Mindaz ötöt fogjuk ebben az órában kisorsolni. Igen, öt nyertesünk lesz, úgyhogy abszolút érdemes üzenetet küldeni, mert hogy ezúttal nem csak egy nyertesünk van, hanem öt, úgyhogy ötször nagyobb eséllyel tudtak nyerni. Oliver from Earth, na kicsit zenélünk is, Royal közösen érkezik most itt a Caféban. Az utolsó dal... Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. Itt a Caféban továbbra is játszunk, mert hogy le lehet csapni ezekre a nyeremény csomagokra. Mondom többes számban, ugye említetted, hogy 5 darab ilyen van, ugye, amit mi most ki fogunk sorsolni. Bizony 5 darab bűnmegelőzési ajándék csomag, benne ugye nagyon-nagyon izgalmas ajándékokkal. Van itt ugye ez az okos kis ceruzatartó, ami egyben óra is, meg naptár is, meg ébresztő óra is lehet. Aztán van benne könyv, meg malacpersely, meg hasonló kis cukiságok. És roppant egyszerű a kérdésünk, amire SMS-ben várjuk a válaszokat. Melyik napot tartjuk a bűnmegelőzés napjának? Ezt küldjétek el nekünk SMS-ben, avagy éppenséggel Viberen keresztül 0620 978 978-5-ös. Mindenképpen írjátok bele egyébként a saját neveteket, meg esetleg azt is, hogy hol hallgattok minket. Közben pedig fülelünk egy kicsit a részletekre is, a bűn megelőzéssel kapcsolatban Anikó most reggel telefonált egyébként, úgyhogy ezt a beszélgetést fogjuk meghallgatni. Bakonyi Katalin főtörzs zászlóst hívta, úgyhogy jönnek a részletek. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a kormány 2011. április 12-én alakította meg, és ezt a napot a bűnmegelőzés napjaként ünnepeljük. Bakonyi Katalin rendőr főtörzászlósra, a megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztály bűnmegelőzési alosztályának munkatársát kérdezem, mire fókuszál a rendőrség a bűnmegelőzés napján? Hát szép jó napot kívánok mindenkinek! A bűnmegelőzés napján arról beszélünk, hogy milyen fontos a közös erőfeszítés, a széleskörű összefogás annak érdekében, hogy megelőzzük, biztonságosabbá tegyük az életünket. Ugye, mint mondtad, a bűnmegelőzés napját április 12-én ünnepeljük, és konkrétan 2011 óta, mióta a bűnmegelőzési tanácsot a kormányunk megalkotta, és ez a bűnmegelőzési tanács egy nemzeti bűnmegelőzési stratégia mentén szab meg nekünk, bűnmegelőzőknek feladatot szerte az országban. Ez a 4 fontos terület a településbiztonság, a gyermek és ifjúságvédelem, az áldozattá válás megelőzése és közben az áldozatok segítése, valamint a bűnismétlés megelőzése. Ennek keretében kitelepüléseket szervezünk, persze amikor a lehetőségeink adottak, nem most éppen a pandémiás helyzet erre nem ad lehetőséget, de iskolákban tartunk előadásokat, nyári napközis foglalkozásokat fiataloknak, időskorúaknak szintén vannak különféle programjaink, jelenleg online formában érjük el őket, és fontos dolog az, hogy az ORFK által meghatározott országos feladatokat is ellátjuk. Említetted, hogy a fiatalokat és az idősebbeket is megcélozzátok. Hogyan fogadják, mennyire befogadóak? Az időskorúakról elmondható, hogy nagyon befogadóak, nagyon szeretik ezt visszatérően, ha megkapják az információkat, ugye csalásokkal kapcsolatban, hogy hogyan védjék az értékeiket, mire kell az interneten odafigyelni. De az én tapasztalatom az, hogy az ifjúság is ugye náluk a DADA program, illetőleg az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói program, illetőleg az egyedi bűnmegelőzési előadások sikereket érnek el, érdekli is őket, főként úgy, hogyha meg is szólítjuk, tehát nem egy frontális előadásban hallgatják a mi kis intelmeinket, hanem mi ezeket a témákat, amik felmerülnek, megbeszéljük, átbeszéljük filmekkel, élménypedagógai módszerekkel, hogy valóban érdekelje is őket az, amiről beszélünk. Ugye első között említetted a település biztonságot. Ez alatt konkrétan mit kell érteni? Hát a település biztonság
olyan szempontból egy fontos téma, hogy ha összefognak a közösségek, a lakóközösségek, akkor ők tudnak egymásra is figyelni. Vagy megy nálunk az Országos Házhoz megyünk program, ahol kitelepülünk olyan helyekre, amelyek kicsit bűncselekmények tekintetében tortabbak. Tehát, hogy itt fontos az, hogy a lakossággal kapcsolatban legyünk, hogy beszéljünk közvetlenül egymással. Ehhez nagyon jó program a Bűnmegelőzési Centrum, ez egy olyan autó, amelyben olyan dolgokat találunk, vagy találhatnak az érdeklődők, amelyekkel biztonságosabbá tehetik a saját környezetüket, illetőleg az építészeti bűnmegelőzést is ide értjük, hogy fontos, hogy milyen bokrokat, milyen telepítünk, hova telepítjük, milyen kerítéssel vesszük körbe az ingatlanunkat, milyen a kivilágítás, mennyire belátható a környék. Tehát vannak nagyon fontos dolgok, amiről érdemes beszélgetni így bűnmegelőzési kollégákkal, hogy biztonságosabbá tegyük a környezetünket. Ugye mondtad azt is, hogy most online formában tartjátok a kapcsolatot az emberekkel, de jellemzően szóróanyagok, promóciós anyagok is készülnek. Ezek az interneten is elérhetőek-e? Próbálkozunk, igen. Sok esetben például az időseknek mi juttatunk, vagy juttattunk is el, és fogunk is szóróanyagokat, kiadványokat online formában, amit a vezetőiknél, a nyugdíjas klubok vezetőinél elérnek, és fönt a rendőrségnek a honlapján, az ORFK honlapján rendszeresen találnak ezekhez bármilyen témában kinyomtatható anyagokat. Készülnek hírlevelek, amelyet szintén szétküldünk a Komárom-Esztergom megyei településekre, jegyzőknél, polgármesteri hivatalokban ezek elérhetőek. Tehát próbálkozunk minél jobban szélesíteni a körünket, ahol minket elérnek. A pandémia elmúltával minél szélesebb körben szeretnénk találkozni az emberekkel, és átadni azokat az információkat, amelyek fontosak egy biztonságosabb élethez, illetőleg az év második felében a Facebookos oldalunkon, illetőleg közösségi oldalakon elérhetőek leszünk, és ezen szeretettel várunk mindenkit ilyen formán is. Bakonyi Katalinnak köszönjük szépen, és nagyon jó munkát, vagy nagyon kevés munkát kívánok, hatékony munkát kívánok. Inkább. Hatékony munkát, igen. Köszönjük szépen. Szia! 9:50 járunk 4 perccel, és itt beszélgettünk már ezekről a feldolgozásokról, ez is az egyébként, rengeteg ilyet hallunk mostanában. Ez továbbra is a kávé, ahol játszunk olyannyira, hogy nagyon sokan szeretnének tőlünk nyerni, hiszen rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Igen, nem véletlenül játszunk, hiszen ugye ma van a bűnmegelőzés napja, és hát ebből az alkalomból a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitánysággal együttműködve 5 darab bűnmegelőzési ajándékcsomagot sorsolunk ki a helyesen válaszolók között. Ebben van könyv, van benne ilyen okostoltartó, ami megmutatja egyben ugye a dátumot, az órát, meg a hőmérsékletet, meg minden egyebet, malacpersely, meg nyakbaakasztó, kulcstartó, úgyhogy teledobáltuk mindenféle ilyen hasznos kis apróságokkal. Egyetlen egy roppant egyszerű kérdésünk van, melyik napot tartjuk a bűnmegelőzés napjának? 0620 97 8 97 8, és ide várjuk továbbra is a helyes válaszokat. Írjátok bele a saját neveteket, jó? Meg azt is, hogy akkor honnan külditek, hogy tudjuk, hogy kivel tudunk játszani, és mi nem sokára sorsolunk több alkalommal, mert hogy 5 nyertest fogunk egyébként kisorsolni, 5 ilyen csomag van ugyebár. Igen, úgyhogy hát akkor elmondjuk, mert azért 5 embert így fölhívni lehet kicsit sok lenne. Azt el fogjuk majd de mondani. De sorsolást azt megedjük, és akkor elmondjuk, hogy mégis kik a szerencsés nyertesek, úgyhogy én azt gondolom, nagyon frappás kérdés így ma a bűnmegelőzés napján, hogy melyik napot tartjuk a bűnmegelőzés napjának. Gyakorlatilag csak be kell csekkolni, jó? Az a lényeg, hogy küldjétek el, és akkor ezzel nekünk egyértelművé válik, hogy akkor ti szeretnétek mindenképpen játszani és nyerni tőlünk. Nemrégiben egyébként egy beszélgetést hallgattunk végig, amit ugye Anikó készített Bakonyi Katalin főtörzs zászlóssal, és hát abban azért rengeteg információ benne volt, és ott is ki lehetett sajtolni egy-két dolgot. Jó statisztikák, te Anikó is hogy köszönte, hogy jó munkát, leginkább hatékony munkát, tényleg figyeljetek oda ti is, jó. A közlekedéssel kapcsolatban is várjuk egyébként folyamatosan az információkat, egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nincsenek ebből a szempontból fennakadások, és nagyon bízunk benne, hogy így is lesz. Úgyhogy elsősorban most akkor talán az SMS inkább a játékra szóljon, jó? Ugye egyetlen egy ilyen kis balesetünk volt, talán Koppány Monostorról kaptuk, hogy villanyoszlopnak ment egy autó, ha jól emlékszem, akkor erről szól, de az is már nagyjából egy 1,5 órával ezelőtti, azóta elvileg ott is helyreállt a rend, remélhetőleg így van ez a megye összes útján. Egyébként elérhetőek vagyunk telefonon is, 310-021, hogyha tárcsáztok, akkor a 34-es körzettel tegyétek mindezt, bárhonnan hívtok. Rácz Gergő és Orsova Irene érkezik most. Forráskafé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.
Fél tíz után járunk 6 perccel, és ebben az órában a játékunk pörgött. Hát mondom, most már lassan szerintem múlt időben egy nagyon frappáns üzenettel, szerintem le is zárom ezt a játékot. A bűnmegelőzés napját a bűnmegelőzés napján tartják. Ádító jött az üzenet, azt mondja, köszönöm ezért a válaszért, nem kérek ajándékot. Pedig igazán epik, tehát hogy megérdemelné valamit. Nagyon, hogyha még beleírtad volna egyébként, hogy ma, vagy még április 12, akkor lehet, hogy részt vettél volna a játékba, de nem kér a játékból, meg a nyereményből. De tökéletes volt a válasza, abszolút támadhatatlan. Én nem tudom, esetleg valami ilyen diplomáciai vagy politikai karrieren gondolkozol-e, kedves Ádi, de javasolnám neked. Bár nem biztos, hogy javasolnám. Pedig nagyon jó, egyébként a kikerülő válaszadásban szerintem tökéleteset hozna. Szóval valóban, Ádi lelőtte a poént, köszönjük szépen, de ma április 12-én van ez. Lehet, hogy elkocsintottuk egyébként ebben az órában. Mondjuk úgy 8-szor, 10-szer. A lényeg, hogy nagyon sokan bejelentkeztek erre az ajándékokra, mert hogy szám szerint ugye 5 ilyen ajándék csomag van, és akkor mi ezt a háttérben szépen így nyomkodva, ilyen random üzemmódban akkor kisorsoltuk, és akkor megnéztük ugye, hogy kik azok a nyertesek. Na őket szeretnénk felsorolni, jó? Mert több oldalról és több helyről érkeztek. Rengeteg jött. És hát azt nézem, hogy egyébként javarészt a hölgyek játszottak velünk. Igen, több a hölgy nyertesünk, én úgy látom, hogy 3-2 arányban diadalmaskodtak, úgyhogy mondjuk akkor a nyerteseket, úgyhogy füleljetek. Nagyon gratulálunk, és mindenkit fölhívunk majd adás után. Tehát ezt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy mindenkivel megbeszéljük a részleteket adáson kívül. Tóth Ildikó az első nyertesünk. Ildikónak gratulálunk, biztos, hogy kap egy telefon tőlünk. Ahogy Horváth Szilvia is, tőle is jött egy... Gondoltam, hogy a helyes megoldás. Igen, ahogy Pétertől, Mudra Pétertől is kaptunk, úgyhogy ő is nyert. Marianna következő szerencsésünk, de nem tudjuk egyébként az ő családnevét, mert hogy ő a Viberen küldte el, végül is ugye ott is lehet, mert hogy az a szám működik ott is, a 0620-978-978-5, úgyhogy Mariannak is gratulálunk, őt is értesítjük akkor mindjárt. Illetve még egy úriember, Bolla Tamás, ő az 5. szerencsés nyertesünk. Mindenkit hívunk természetesen adáson kívül, úgyhogy figyeljétek a telefonjait. Nagyon szuperek vagytok, tényleg, hogy így kitaláltátok a jó választ. Olyan nehéz volt. Nagyon nehéz feladatokat szoktunk adni. A lényeg, hogy tényleg sokan bejelentkeztetek, úgyhogy tényleg nagyon jó, hogy elküldtétek nekünk az üzenetet. Továbbra is várjuk, azt leginkább a közlekedési információk kapcsán lehet nekünk nagyon hasznos, 0620-978-978-5. És ne felejtsétek, hogy ez a szám működik, tehát a Viberen oda még képeket is küldhettek. 3:10 van. Andi örömmel és nagy boldogsággal fogadta ezt a dalt. Jó reggelt neked is, Ella Hella. Hatalmassal, igen. Legnagyobb rajongója leszel ennek a dalnak. Éjjel-nappal ezt hallgatom. De egyébként, miért egyébként tök jól sikerült, ne viccelj. Egy újdonság Dániel Figerivel, meg a Rácz Gergővel. A két Gergő egy helyen. Na. De mindegyik dal a tényleg a Rácz Gergőnek az elmúlt nem tudom egy-két évben csak a megcsalásról szól. Igen. Igen, de hogy mostantól... Ilyenkor elgondolkodta, őt csalták meg, hogy ő volt az a csalár, de aki mindig félre mászkált. Hát szerintem utóbbiról szólnak inkább a dalok itt is. Mostantól tudod, megígérem már, figyelj. Ú, de szét, ne csináld, légy szíves. De Andit sikerült becsalogatni a stúdióba. Én egy feat-et valakivel. Mindjárt ki is megyek, igen. Csinálhatunk. Én mindig is ezt javasoltam ideben a stúdióban a többieknek. Több tehetséges emberekkel vagyunk körülvéve, nem mi. Mármint, hogy ők tehetségesek. De nem mi. Akik ügyesek ahhoz, hogy összeállítsanak egy videoklipet. Én nagyon szívesen összeállítanék egy videoklipet. És akkor valaki ír is nekünk egy dalt. Hát itt volt a Mészáros Tomi, komolyan miért nem dumáltuk meg, hogy írjanak már nekünk is egy dalt. Most ment fel a TikTokra, figyelj, meg lehetne győzni ezzel, hogy akkor csináljunk egy közöset. Andi, táncolsz? Messzire mentetek egyébként. De benne lennél, nem? Én kitalálom a koreográfiát. Jó, nagyon jó. Megtanuljuk. Azt nem ígérjük, hogy 2 perc alatt elsajátítjuk, tehát legyen türelmed hozzánk. Jó, az van. De nem énekelnénk akkor, nem, hanem csak tánc, hát ne viccelj már. Szerintem jó, te inkább ne énekelj, csak mutogass. Hát esetleg akkor rappelni még azt ja, próbálkozhatunk. Azt mindenki tud. Igazából tudjátok, mit kéne megcsinálni? Van ez a lip sync battle, biztos, hogy láttatok már ilyet, amikor rá kell tátogni a meglévő dalokra, és Amerikában talán ott van ez a műsor, ahol nagyon működik és nagyon dívik, és akkor ezek a sztárok, akiket ismernek az emberek, be is öltöznek abba a karakterbe. Ja, igen. És zseniális produkciók vannak. Úristen, a Channing Tatum öltözött be, azt hiszem Beyoncénak talán. És milyen hibátlanul. De úristen, az nagyon durva volt. Nagyon súlyos. Ezt nem láttam, de mindjárt rákeresek. Keressél rá, ez direkt egy ilyen szinkronizációs azt játék. Azt tudom mi egyébként, akkor, aha, igen, csak ez a produkció nincs meg konkrétan. Rátátoknak, és Magyarországon nem nagyon láttam még ilyet. Olyat láttunk már ugye, hogy sztárok bőrébe bele kellett bújniuk, és akkor tényleg azt egész hitelesen formázták meg. Az utóbbi szériában is nagyon. Andi, hogy telik a napot? Hétfő van, egy kicsit tompának tűnsz. Nagyon tompa vagyok egyébként, igen. Milyen szép bokkal fogadjuk Andit. De Andi, tényleg, tök szarul nézel ki amúgy. Figyelj, szereti, tűri, ne viccelj. Persze, imád.
imádom. Emeli az önbizalmamat. Nem is hinné el. Addi, olyan gyönyörű vagy. De egyébként én mondtam, mikor mondtam, pénteken mondtam neked, hogy szép vagy, ugye? Igen. El se hitte, figyelj. De akkor szép voltam. De akkor tényleg szép voltál. Hát tényleg szép volt. Ez jó. Most is szép a maga módján. Halad ez. Önbizalmi faktor, ez megvan. Jó, van, rengetegen jelentkeztek be ma reggel, kérlek szépen így a játékra, úgyhogy felsoroltuk ugye nemrégiben a neveket, hogy akkor kik azok, úgyhogy nem sokára telefonálni fogunk, meg informálni titeket. Ma reggel játszottunk, ma reggel új dalt mutattunk be, csomó-csomó mindennel foglalkoztunk. Úgyhogy kár, hogy lemaradtál, Andi, de gondolom nem vagy hajlandó 6 órakor itt lenni velünk. Nem, nekem a 8 óra is mások volt, amikor be kellett jönni. De hát megteszem, ha kell. Megteszem, amit megkövetel a hazatérünk. Egy picit maradj még, jó? Mert mi is maradunk, mert ugye 10-ig van hivatalosan nekünk az időnk, és addig is várjuk meg hát egész nap folyamatosan a közlekedési infókat. 0620 978 9785, vagy hívhattok 310-021. 10 óra előtt járunk, 7 perccel, és szépen lassan most már a kafé végéhez érünk. Andit nagyon jól kibontakozott, mert meghallotta, hogy mivel fogunk foglalkozni holnap, és azonnal eszedbe jutott egy film. Igen. Melyik is ez? Csajok bosszúja. A Csajok bosszúja. Mert hogy holnap imádom. Egyébként ugye a megcsalt nők bosszújával foglalkozunk, ami nagyon kreatív tud lenni, úgyhogy ha esetleg van ilyen sztori a tarsolyotokban, már most megírhatjátok nekünk. Ezeket összegyűjtjük, megcsalt nők és megcsalt férfiak, mert hogy ilyen történetekre is szerintem bukkanunk majd. Előítéletes volt. De nagyon igen. Nem csak a pasik tudnak ám csalni, hanem a nők is tudnak csalni. Te mit csinálnál egyébként, Andi, hogyha ha hasonló történne veled, akkor ugyanazt a taktikát folytatnád, amit a csajok a filmben? Hát lehet. Sőt. Igen. Én nem tudom, én nagyon szeretnék egyszer kidobálni ruhákat, meg ilyeneket az erkélyen, de nem viccelek. Jó lesne valaki ezt hozzávágni. Hát hozzád is hozzávágni. Ez jól esett. Az jó, de én végignézem. De én nem azért meg csak. Nem, de én is valószínűleg a bosszút választanám elsősorban, de csak finoman. Mindjárt hát, te kiállsz, akkor szóljál, jó? Mert akkor tartalmat kell gyártsunk, jó? És jó. Akkor a Facebookra élőzöm majd, ahogy a Rolandot megdobálod valamivel. Épp a minap láttunk egy műsort, egy ilyen talkshow-t, ahová a műsorvezető meghívja éjszakázni egy napra oda valakit, egy ismert embert, és akkor ott közben beszélgetnek. És akkor a Köllő Babett volt egyébként nemrégiben a vendég, aki kapott egy ilyen kis kerti törpét, hogy üsse szét, mert minden vágya az volt, hogy a frusztráltságát és az exeit, ugye, és az abból keletkező feszültségét azon a kis bábon vezet. Úgy széttört eripityára, azért az király lehet, nem? Igen, ezt én is nagyon szívesen csinálom. De amúgy tényleg szétütnél. Hatásos egy ilyen, szerintem, hogy a frusztrációdat így kiélhess. Várjál, Mika, akkor most már egész jó ajándéköteteink vannak Andinak, mert most már megvan ugye az a kérúd, amit nemrégiben már kinézett. A milliómos, már kinézte magának az interneten. Fantáziarúdnak hívtad meg múltkor. Most már kérúd. Kérúd, fantáziarúd. És akkor most még a tarsolyba jöhet mondjuk egy kerti törpe. Kerti törpe kérúddal, már össze is kombinál. Elég hülyén fog kinézni szegényként, vagy nagyobb lesz, mint a maga a törpe. A tökéletes ajándék, Andi. Mi megtaláltuk neked, biztos örülnél, nem? Persze, hogy ne. Nem szétütné, babusgatná. Persze. Jó. Na hát, Andi, a következő 5 óra biztos, hogy rád fog maradni, mi pedig akkor lelépünk. Holnap tényleg akkor ilyen megcsalós történetek lesznek, akkor ezt vesszük majd elő. Hogyha netán ti is hallottatok már ilyet, vagy mondjuk veletek történt ilyen, akkor nyugodtan meséljétek ezt el. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ma reggel is I és Rolandot hallottátok. Élete Fenyvesi Zoltánt, további szép napot, ciao, ciao. Forrás Café. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Akik a jó kedvet garantálják, Fenyvesi Zoltán és I és Roland.